Gyorsan, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Látjátok, a nyilván nem nézitek, nézse, csak a Viki... Akkor már tudod is, ha választ a kérdés. De szerintem igen, mert te is mutattad nekem, csak kicsit így direkt kérdezem. A Viki mutatott nekem egy képet hétvégén, hogy hogy akadt rá, nem tudom. Hajdú Péter Facebook oldala. Oh, mert nézi. Hát hogy akadt rá? Mi az, hogy hogy akadt rá? Hát Hajdú Péter élete az... Én nem tudom, én nem ismerem még elég a feleségemet, mert ezen meglepődtem, hogy mit csekkolja Hajdú Péter Facebook oldalán. De nem is ez a lényeg, hanem... Utána valóban megértettem, hogy ezt érdemes csekkolni, mert egy fotó van Hajdú Péter Facebook oldalán, hát egy kettő mondatot beszélj már róla. Szerintem, hogyha a szórakoztatási faktort nézzük, akkor az egyik legszórakoztatóbb Facebook oldal Hajdú Péter. Zseniális. Igen. Azt mondja, hogy 2 órával ezelőtt tették ki, ugye van a felirat, reggeli edzés hedvéjjel. De ez hogy van, hogy Hajdú Péter a kertben tartja hedvényt? És néha a kertből előjön gyorsan, aikidoznak egyet, és utána a hedvény visszamegy egy ketrecbe? Vagy tehát mit csinál a Hajdú Péter, hogy hedvény mindig ott van? Mert tudtuk ugye, hogy a frisbee-ben általában felbukkan. Sőt, ha egy vendég lemondja, akkor a hedvény fölállt a közönség soraiba, beült és csinált vele a Hajdú egy beszélgetés. Hát ő volt a Jolly Joker. Az van egyébként, hogy ő általában mindenhol felbukkan, ahol ott van a Hajdú család, mert hogyha megnézel a Facebook oldalát, minden harmadik kép hedvényjel készül. Igen. Kevesen tudják róla, hogy 4 danos aikido mester. Ezt még tényleg kevesen tudták hedvéről, leginkább azért, mert senki nem tanulmányozza a hedvény oldalán. De hogy aztán kiderül, hogy több kép is van hedvény. Ők együtt élnek? Vagy Hedvé egy házi mókamestere a Hajdú családnak? Adnak rá egy csörgősipkát, egy piros orrot, és utána Hedvé szórakoztatja ott a tömegeket, akkor meg a gyerekeket? Hogy hogy van ez? Hogy van ez? Kicsoda Hedvé ott a Hajdúnál? Ő a mindenes, ő a gondnok. Ő a fűnyíró, a házmester, az őr, a kertész, a szakács és a bohóc? Figyelj, vagy ő micsoda? Fölmentem egyébként, amúgy Hedvének is utána néztem, és az ő oldalán, illetve hát az egyik oldalon azt találtam róla, hogy ő egyébként tényleg aikidozott, azt mondja, hogy ő American futbolista volt, és egyébként pedig ezen felül még practices aikido is. Aha. Praktizes. Tehát, hogy ténylegesen. És valószínűleg ő egy ilyen állandó fellépő, testőr, hogy hívják, személyzet, barát, nurse, babysitter, és ő még egy minden ilyen más. Mindenes. De hol lép fel Hedvé? Mert itt egy retro sztár, de szerintem hát most láttad a Hajdúék előkertjében a kapu mellett. De az, hogy egyébként a Hajdú kockás rövidnadrágban, sportcipőben, az nyitott kertkapunál azért, aki ott elmegy, ugye? Mert hogy lássák, hogy a Buda Beverly Hills-én ő közvetít egy jó, érted, egy jó dolgot közvetít. Zseniális. A kép az zseniális. Az nagyon jó. Zseniális. És egyébként ő nagyon tiszteli Hedvét, és valószínűleg egy picit tart is tőle, mert ha megnézitek, akkor a póló alá begyömöszölt egy dunyát. Igen, de most Hedvé lett az edzőmestere, vagy a személytrénere, vagy meghalt a Hajdú személytrénere, mert látva ezt a fotót, a Hajdúna, ez most hosszú idő után most pozog először újra. Tehát keverjük a stílusokat, most ez itt a különböző harcmészeti stílusok találkozása, mert ugye a Péter az karatézik, Hedvé pedig aikidozik, nem ugyanaz a kettő, ez egy karaté, ez a ki a jobb, a kung fu vagy a karate. És tudnak egymással mit kezdeni, szerintem? Szerintem nem, mert hogy az egyik karatézik, a másik pedig aikidozik, ért az egyik dobni akar, a másik meg ütni akar. És honnan jön Hedvé? Tehát ő lehet, hogy kis tartsál, és átmegy a Hajdújékhoz, hogy Hedvé nem lakik itt, leszáll Feri egyen, és Hedvé goes to Hajdú, és akkor megy a Hajdújékhoz. Ez a nagy Hedvé rejtély. Vagy fölhívod a Hedvét, hogy Hedvé reggel edzünk, és akkor ő azt mondja, hogy igen, és igen. Fölül a repülőjére. Nem hiszem. Szerintem nem. Ő itt él valahol, ott Buda Beverly Hills-ében, ahol ugye a Hajdú család lakik, és átjön egy másik házból. Igen. Vagy pedig lehet, hogy már a kertjében épített a Hajdú egy kis Hedvé kuckót, nem? Biztos, hogy van egy ilyen összkomfortos a praktiker faházott ház. Túl, amiben Hedvé lakik, és egyébként edz éjjel-nappal, és éppen annak megfelelően készül, hogy mire van szükség a családnak. Nem lehet, hogy ők rokoni kapcsolatban állnak egymással? Nem. Hát, hogy egy ilyen a mama vagy a papa valahol egyszer valamikor egy kuntakintével félrenézett kicsit, és abból egy ilyen fura rokoni kapcsolat lett? Ez nem lehet? Hogy Hajdú bácsi esetleg egy kiküldetésen Kubában? Vagy esetleg ő a két gyerek keresztapja? Benézett egy fűszaknyal alá? Vagy valami nagypapa, tudod, valahol, Hajdúbán, nagypapa, nagy, szépapa, ükapa, valahol egyszer valamelyik ágon félrekanyarodott, és Hedvé és Hajdú egyébként testvérek. Hedvé és a Hajdú. Tesók, hát figyelj. Hasonlít is a családnév.
Nekem miért nincs egy ilyen barátom, mint Hedővé? Én akarok egy ilyen házi mókamestert, mint Hedővé. Ha kell. A barátja, ne legyél Hedővé. De mondjuk a Péter én akarok egy ilyen Hedővé. Tessék? Péter ne legyen Hedővé, így Hedővét mindenkinek. Tudom javasolni neked Pákót. Hát, ne, én egy Hedővét akarok. Legyen egy Hedővéje mindenkinek. Mondjuk az elképzelő, hogy Pákó önvédelmi gyakorlatok az előkertben, és az első mozdulatával hasba szúr egy gyakorló késsel, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor most ennyi már a Pákó, bocs, te. De hasonló nagyság kéne neked is, mint Hedővé. Tehát egy letűnt, egy retrosztár. Egy DJ Bobo. DJ Bobo. Én is arra gondolom. Ott lakna nála. Ha Hajdúnak lehet Hedővé, nekem miért nem lehet egy DJ Bobo? Én miért nem gyakoroltok a kertemben vasárnap reggel DJ Bobóval? Hát kikérem magamnak, tessék? Tudsz elkidózni? Hát ahogy a Hajdú tud, úgy én is tudok. Tehát, hogy látva ezt a mozdulatsort, figyelj, ennyire biztos, hogy tudok én is. Miért nincs egy DJ Bobo? És akkor ő lenne egy a kertész, ő vágná a tuját. A DJ-t ezt felejtsd el, mert Bobo. Ez nem elég közvetlen Bobo. Oké. Bobo, gyere ide. Bobo edzés. Itt vagyok, kis gazdám, itt vagyok. És lenne egy Bobom. És ő lenne az egykori DJ Bobo. Merre vagy, Benny? Bobo van. Bobo van, sétálunk. Bobo, engedd be a gyereket ebédelni, majd utána játszatok újra. Jó. Itt kellene, hogy üljön minden reggel veled, Bobo. Mert ugye a frisbin is ott igen. Van a Hedővé, mindig. Hát itt csak itt csendes megfigyel. Másik aha. Oldalon Góliát. Igen, tehát ha úgy érzed, elfáradsz, akkor csak szólsz, Bobo. Volt egy ilyen képregény. Bobo igen, és Góliát. Ezt mondod, igen, valami szuper távcsővel odahoppanáltak, ugrottak, imádtam, Bobo és Góliát. Na. És abból lenne nekem Bobom. Aki ugye egykoron tudjuk, hogy DJ Bobo volt, hát már Hedővé is lép fel sehol, kivéve mondjuk a Turkevei Vattacukor Fesztivál. Nem más nagyon... Turk, jó, akkor a Hajdúböszörményi nem tudom, tandem találkozó. Most miért bántod a Hajdú? Miért bántod a tandemeseket? A Csúsza Fesztiválon találkoztál Hedővére? Tényleg? Hát be volt nem írva, a... úgy volt, hogy báj Alex, és utána. Utána felép Hedővé? Utána Hedővé. Ez a nagy Hedővére itt. És a Csúsza Fesztiválon volt olyan díjátadó, ami mondjuk így a Hedővé átadhatta volna, hogy mit a Miss Perc. Miss Perc választása, amit mondjuk Hedővé jött volna. Azt nem tudja értelmezni. Na minden gyerekek, ez egy nagyon érdekes kép, de szeretem. Szeretem ezeket a képeket. Én is tanulmányozni fogom ezeket az oldalakat. Figyelj. Csinálni kéne már egy Facebook profilt magamnak. Hát ha ennyi érdekes dolog történik, és ennyit lehet nevetni, hát akkor csinálok magamnak. Csak mondom egyébként, hogy valószínűleg most Hedővé vagy nagyon messze lehetett a felső vagy az alsó kertben, vagy eltévedt egyébként ott a valamelyik az országos kék túra útvonal, ami ott megy el a Péterék mellett, mert hogy három kép is van fönt a Facebook oldalán közvetlenül. Hedővének? És mindegyiken rajta van a Hedővé. Az első kép ugye ez a bejöttél a kertembe, Dick Máhe, megállítalak. Próbálj megállítani te is, igen. Ez az önvédelmi mesteri gyakorlat. A másikon Dáviddal látható, Péter gyönyörű szép kisfiával, ott tartja a kezében és mélyen a szemében, és picit eltolja magától Dávid Hedővé bácsit, majd nézzétek meg. Hogy azért, nem annyira örülnek. Igen. Neki ez nem tetszik. Azért ott van benne egy pici kis félelem, én úgy érzem, de Hedővé nagyon-nagyon-nagyon mosolyog rajta. Harmadik képen pedig ott van Kata, Péter és Hedővé bácsi, és Hedővé bácsi úgy rámart a Kata néninek a karjára, hogy én azért... Hogy konkrétan üszkösödik a Kata vállam, ami megállta. Én azért dumálnék vele, hogy... Tehát nem lehet, hogy ott egy ilyen belső harc van a Hajdú családban, hogy a Hedővé és a Hajdú csatázik, mert a Hedővé úgy markolja a Katát tényleg, hogy azt mondja, ő már az enyém. Uh-huh. A fenevad elejtette. A fenevad elejtette Hajdunét. A szörnyetek ismét rabolt. Elrabolta. Elrabolta a Hajdunét. Ő már az enyém, de a Péter nem tudja, mert ő belenéz a blendébe. Hát ő akkor igen. Lehet, hogy a Hedővé ezzel titkon üzen. Titkon üzen ezzel. A Hajdúnak, aki majd csak otthon veszi észre, amikor megnézi ezt a képet, igen. hogy rárabolt a nősténybe. És már Hedővéje a Kata, és nem a Hajdúé. Nem lehet? Vagy ez egy ilyen Hedővéért menő csata, hogy ki é Hedővé, a Katái vagy a Hajdúé? Vagy mi történik ott? Ezt valaki magyarázza meg nekem. Testőr is. Ennyi. Tehát, hogy ő tulajdonképpen testőr is. Igen, valaki azt írja, és ebben lehet valami, hogyha megnézzük jobban a Hajdú nevét, akkor az Hajdú Bé. És akkor... Ja, ne! Hajdú Bé. Hajdú Bé. És akkor így lesz ő ugye a Hedvének az uncsi tesója. Nem lehet, hogy egyébként azt mondja, hogy a képeknek a sorrendjéből ki is lehet következtetni magát a sztorit. Tehát először ez elkészült, hogy ez a kedves kép itt van, milyen pizzéria előtt, ahol látszódnak. Péter megnézte a képet
visszamenőleg, és látta, hogy Alexander Nestor, mert hogy ezek a keresztnevei Hedövének, hogy Alexander rámart egy kicsit Katának a karját. Rámart egy kicsit a Kata, igen. Úgy szorítja a Kata karját, tényleg, hogy Lilula Kata. Igen. És ezután kihívta a Hajdút? Nem, ez egy picit így rosszul esett a Péternek, és akkor mondta Alexandernek, hogy gyere, dumáljunk már elől egy kicsit, mert hogy azért mégiscsak érted, a tenyeremből leszel, a házamban élsz, és most meg markolászod a bal karját és a csajom. Tehát akkor első kép csajmarkolászás. Így van. A második kép a gyerekes. Béküljünk ki a gyereke. Gyerek által. Alibit akart, hogy hogy látod, igazából nem arról van szó, hogy csak rámartam a Katára, hogy nem, hogy imádom a családodat, gyorsan. Gyere csak ide, Dávidka! Dávid eltolja. Gyere, gyorsan csináljuk egy közös képet, Dávid. Igen, tolja el magát. Dávid leveszi, eltolja, hogy ez egy kamukép, nem igazi szeretet, és az végén az utolsó kép, amit mi elsőnek apostrofáltunk, az amikor az nem edzés, hanem enyém a nőstény, nem enyém a nőstény. Hajdú Péter megpróbálja kirakni Hedövét a saját házába. Ja, hogy ezért van nyitva a kapu. Kép aláírás. Hajdú elkeseredett küzdelmet folytat, hogy kirakja Hedövét a lakásából. Hedővé ellenáll. Ez a kép aláírás. És mivel valószínűleg nagyon elpusztította Pétert Hedővé, ezért gyorsan kiírta Péter, hogy ő egy négy oldalú sájkidos mester, hogy ne legyen annyira kellemetlen. Hát hülyék vagytok, persze, hogy titeket is lepusztítan egy négy danos. Igen. És van egy olyan kép, ahol Hedővé, vagy valóban Hajdú már csak egyedül van egy strandon. Tehát valószínű, Hedővé annyira elverte, hogy elmondta Hajdúnak, hogy enyém a nőstény, de most egyedül lemész a strandra, és az már a kép aláírás, hogy nagyon kikaptam Hedővétől, egyedül kell a strandra jönnöm. Napszemüveg is van rajta, hogy ne látszódjon a monokli. Hát... Szomorú vagyok, egyedül vagyok strandon. Hedővéjé a nőstény. Illetve még azért ezt nézzük meg, hogy ez a kép ez csak a felső testét ábrázolja Péternek, tehát könnyen lehet, hogy az alsó testét leszakította Hedővé, és rárakta egy ilyen szobajnasra, és kitolta a napra. Simán lehet egyébként. Amúgy az edzéses, verekedős, kinek a csaja képes fotó, hogyha mondjuk egy nagy panoráma fotó lenne, akkor lehet, hogy látszódik rajta a Kata is, ahogy rohan feléjük, és ne csináljátok! Ne szakítsd el! Szóval akkor lehet, hogy a Buda Beverly Hills, bár Hedővé az úr? És ott ül egy kis koronával, egy kis jogarral, egy kis országalmával a kezében, és a Hajdú kertészkedik a saját házában? Egy gyomlája a tujjákat? Én simán lehet tudom kézzel. A gyerekek, ezek nagy rejtélyek. Tényleg föl kéne már mennem Facebookra, ott ilyen érdekes dolgokat lát az ember. Azt hittem, hogy a Péterékhez körülnézni egy picit. Nem voltál még, hát csak meghívott. De voltam már náluk. Hát akkor még minek menjünk. Kiabáltam is a kertben, hogy Hedővé, szeretnék vele találkozni, gyere ide, de sose jött. Amikor én ott voltam, sose jött elő. Még nem voltam persze, sokszor. Persze, zárva volt az ajtaja. De lehet, hogy megijedt. Lehet, hogy ő megijed az idegenektől, félős egy kicsit. Ott kellett volna lennem többet, és akkor előjött volna. Nekem nagyon barátságosnak tűnik. Nagyon barátságosnak tűnik. Mondjuk lehet, hogy itt már le van nyugtatózva, de hogy tényleg, hogy megpróbálok finoman fogalmazni, hogy nem keltene benned vegyes érzéseket, azt, ha látnád, hogy Hedővé markolász a Vikinek a bal karját, utána pedig a Bennyvel, hogy jöjjek, sergőzik. Hát ha családtag, akkor nem. Ha ez egy presztízs harca, hogy mi ugye megcsináltuk a képaláírás, és éppen azért megy, hogy kié legyen a bérlemény, meg kié legyen az asszony. És Dávid is most már az én gyerekem. Tehát lehet, hogy a Hajdú most fogolja saját házában, és egy szájába tömött biliárdgolyóval ül a gardrobba, egy nyakkendőbe fölkötve egy fogassal, Hedővé pedig ott uralkodik már a családon. Hogy neki is van most már, de nem kis faháza, hanem egy kis praktikeres kutya óla, amire ki van írva, hogy Peter. ott kell laknia. Na mindegy. Hát gyerekek, ő beépült a családba. Hát most csak irigyek vagyunk, mert nekünk nincs tényleg egy ilyen nemzetközi barátunk. Igen, én picit sajnálom, nincs ilyen a virágnak. De most nem lenne jó? Te kit szeretnél magadnak? Ki a virág kedvence? Most kire gerjünk? Neki Péter bejönne szerintem. Most még nem mertem megmutatni, de az a baj, hogy a kasszába is majdnem beleszeretett. De mi szereti az én nagy darab kicsit elhízott férfiakat? Szereti. Igen? Igen, bejönnek neki. Miért? Nem, ilyet, nem ezt látja otthon. Miért? Pont ezért. Igen. Mindig az ellentétes kell. Úgyhogy szerintem a Péter bejönne neki. Igen. Most nem mertem őt még megmutatni. De mutasd be neki a falusi Marian. Hát a Marian cuki, tehát hogy szerintem ővel is egyébként nagyon jól járnom. De azért kellemetlen lenne, hogyha Péterben beleszeretne. Külföldi sztárokból kit kérne most? Mert ugye van egy Bobunk, van egy Hedövény, nálad ki lenne? Fú, várjál, Meatloaf. Igen. Vagy Bud Spencer. Carlo Pederzoli. lenne egy saját kis Carlo Pederzoli. Szereti Bud Spencer? Igen. De akkor előbb-utóbb akkor az lesz majd, hogyha ilyen 16-18 éves lesz, és beállít egy ilyen kicsit pocakos, ilyen kis izépalival, az neked kemény világ lesz. Hát csak mondom, hogy... Szeretnéd, hogy egy ilyen sportolt, jóvágású, jósvádájú fiatalember legyen mellette, és egy ilyen kis
pocakos, ilyen kis elhízott, ilyen kis mama kedvence lesz. Kassa Tibi és Tarány Tamás. Ők egy, de most komolyan. Akkor tényleg rá van állva. Tényleg rá van állva az én. Imádja ezt a típust. Imádja ezt a típust. Megérkezik majd egy ilyen mackósakat. Megérkezik majd egy ilyen kis Danny DeVito-val. Nézd, apa, ő a pasi. Miért rugat? Miért nincs itt a hús? Hát nálatok mondjuk nem lesznek nagy családi ebédek. Én egy... Vagy lesznek, de nekem nem csak emiatt. Tehát nálad van majd a ki lesződ, a vejed? Igen, a vejed. Ugye a vejed? Én egy picit tartott tőle, mondjuk nem egy környéken lakunk, mert mi azt nem tudnánk megfizetni, de hogy tényleg egyszer kimegy játszani a Tatabánya tér a virág, és aztán jön haza, és akkor nézd, apa, kivel frizbiztem együtt. És ott lenne a Hajdú Péter. Igen. Bari, amikor a Hajdújéknál voltál, azt kellett volna kiabálni, hogy what is love? És akkor lehet, hogy előjött. Nem, csak azt kezdtem, hogy hakni. És rögtön kirongyolt volna a hátsó kis házikóból elő. És a fotó hogy készült? Vajon, hogy megkérte a katát gyerekkel? Ez igaz? De nem úgy, hanem megnyomtak egy gombot a telefonon. Beálltak így. Na jó, most jó a fény. Nagyon jó a kérdés, hogy ki készítette a fotót? Na? Kata, a foggyulejtett Kata. A szabadság remény. Igen. A foggyulejtett Kata készített. Amíg működőképes jobb kezével, mert ugye a bal az elhalt. A balt elszorította, Hedvei az óriás. Igen. Kelly Family-t kellene nekünk egyébként a kertünkben. Na, azt szeretném. A Kelly Family néhány tagját. Nálam nem férnek el. Egy évre vendégül láthatnám őket. Zöldségkába szakállal. Bányászlámpával csákánja. Ott dolgozzanak a kis... A ti törpének átszázva. Kis kertecségben a Kelly Family. Morning Show. Klassz FM-en. Nagyon érdekes témával foglalkozunk a következő órában, mert szerintem van a szolgáltató iparnak egy olyan láthatatlan szegmense, akiket mi nem tisztelünk eléggé, nem foglalkozunk velük eleget, és mégis nap mint nap azt hiszem, hogy hát a kínó kínját kell kiállniuk. És elviselni mindenféle, hát kevésbé tájékozott, kevésbé intelligens, néha megkockáztatom meglehetősen buta, sötét vevőket, és olyan embereket, akik betelefonálnak különböző ügyfélszolgálatokra, legyen ez akár egy telekommunikációs cég, vagy kábelszolgáltató, vagy bárki, akinek csak egy kasszánál kell állni, egy hiperben, egy nem tudom milyen elektronikai boltban, és megtalálja őt a vevő. Ugye? Igen. Hát ez egy rejtett kör, szegények ülnek egy telefon mellett, állnak egy pult mögött, kevesen foglalkoznak velük. És hogy ez mire jutott eszembe, hétvégén nálunk szerelés volt, és kijött az én nagyszerű kis emberem, a D betű széktől, és minden meg volt, gyerekek. Ha kell ember, nem tudtok olyan korkábelt mutatni, lehúzza, beköti, fölmászik, stb. Megszólal a telefonja. Pontosabban a telefonja már akkor szólalt meg, amikor vittem haza, mert mondtam, hogy ha most ez kijön megszerelni, kell hozom, kell hazaviszem. Beültettem a kocsiba, vittem, hazavittem. Mentünk hazafelé, dumálunk arról, hogy mégis mennyi fura ember van, meg hogy őt hányszor hívják éjszaka, meg egyáltalán tényleg, tehát hogy megszólal a telefonja, annyit mond, ezt figyeld. Kihangosít. Halló, tessék. Kezi csokolom. Következő volt a probléma, fölhívta őt egy 70 körüli, nem is biztos, hogy volt, lehet, hogy 60, 50, nem tudom, egy ilyen idősebb hangot hallottam, de egy teljesen jó szituált. Felhívja, hogy valami baj van a csatornájában. Mondja neki a Pali, nem tudom igazán jól visszaadni a beszélgetést, de hogy tényleg milyen birka türelem kell az ilyen típusú munkához, följegyzeteltem egy-két dolgot magamnak, hogy mondja, hogy jó, igen, nyomja meg az AV gombot. AV, távirányító. Megvan a távirányító? Igen, nyomja meg az AV gombot. A távirányító. Az nincs. Hát, de minden távirányító van. Nyomja meg az AV gombot. Az nincs. Hol van? Mondja, egy balfőső sarok tévégomb mellett AV-gomb szokott lenni. Az nincs. Mondja, mit lát? Hallom, hogy üvölt egy tévé. A tévé. De hogy a tévé mellett. AV van? Nincs. Mi van? AU. Mondja, nem. AU. Nem hittem el. De ez már így az ötödik percben. AU. Jó. AU. Megnyomja? Igen. Jó. Akkor most nyomja meg a nyilacska gombot. Ilyet nem látok. TV, AV alatt van egy nyilacska. Nyomja meg a nyilacskát. Nem látok. Mit nyom? A nyulacskát. Mit nyom? A nyulacskát. Mondja, nem nyulacska, hölgyem. Nem nyulacska, higgy el, nem nyulacska, az nincs. Nyilacska. Nyulacskát. Nyulacskát keresed. Mondja, hogy a dekóder az él, az nincs. Hölgyem, a TV alatt. Egy doboz. Van egy doboz. Látja? Az jó, van. Nagyon jó. Az a dekóder. Be van kapcsolva? Nem tudom.
hölgyem, pirosan világít, vagy zölden világít. Negyed órán keresztül fűzték egymást. Annyi volt, hogy az AV-t, ha megnyomod, akkor bejön a HDMI, HDMI 2, és AV-ről át kellett volna rakni HDMI 1-re. Ez egy negyed óra volt, és a Pali mellettem birka türelemmel magyarázta, mert hogy mi tehetett. Az a dekóder, hogy mi az a nyulacska, hogy nem AU, nem AU-t kell keresni, hanem... Nem találom. Mert hogyha, hát egy nyulacska, nem nyulacska, vagy nem nyulacska, nyulacska, nyulacskát keresett a távirányítója. És a néni ott kereste rajta egy nyulacskát, melyik lehet az? És ekkor már tudtam, hogy ebből témát kell csinálni. Én mondtam neki, figyelj, hogy bírod? És mondta, hogy tulajdonképpen szerintem erre születni kell, de hogy ez az ő dolguk is egyben. Nem hogy, teheted le. Hogy nem teheti le, ő ott ül. Igaz, hogy hétvége volt, és igaz, hogy ez a magántelefonja, de hogy egészen nyugodtan, ő 15 percen keresztül elmagyarázza, hogy a nyulacska és az AV a HDMI egy. Kicsit furán éreztem magam másnap, amikor délután kettőkor visszaírtam, hogy elállított a tévé, és mondta, nyomd meg az AV-t és menj át a HDMI egyre. Mondom, jó, felejtsd el. Én legalább tudom, hogy nem nyulacska vagy nyulacska. De hogy mennyi mindent kell az ilyen típusú embereknek elviselni. És ráadásul hogy... náluk még nincs is rögzítve, mert ugye a call centereseknél ezeket a betelefonálásokat, amikor az ügyfél érdeklődik, vagy segítséget kér, rögzítik, tehát nekik még pluszban disztingváltnak kell lenniük, és visszafogottnak. Hogy én ezt mennyire nem tudnám csinálni, tehát amikor 10 perc után jön rá a kedvenc páciens, hogy nem nyulacskát kell keresni, hogy miből gondolja, hogy nyulacska van a távirányítóján, hogy nyulacska, ugye van az a lefelé görbülő nyír, balra néz, az a visszalépő gomb, vagy a begomb, vagy bármi, ugye azzal lépsz vissza, ha minden igaz. Mit mondaná? Én nem, figyelj, én már szorítottam a kormányt, én néztem, és szintet, nyugi, megoldom. És rávezette a nőt arra, hogy kapcsoljon át. Hogy ilyen típusú emberek ebben a munkában igazán jók, azért mennek ilyenre, vagy egyszerűen csak meg kell, hogy szokják, hogy ilyen típusú vásárlók vannak. Ez lehet ügyfélszolgálat, ez lehet tényleg de telefonos cég, pult, ugye, amikor te ott vagy és kiszolgálsz egy hiperben például, vagy elektronikája áruházban, tehát nagyon sok ilyen típusú vevő van, ugye? Ami egész egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy honnan jönni az a teljes sötétség, vagy félreértés. Hát, mondjuk ha idős, akkor az nyilván időseknél, az igen, az azért érthető. Bocsánatos bűn, az igen. Azért nekem is fel kellett matricáznom anyunak otthon a videókészüléket, a videólejátszót, mert hogy azért ő nem, az más, nem kicsit, ebben a korban igen. Nevelkedett, úgyhogy neki ez nem volt. Tehát neki a nyilacska, a lefelé fordított piramis, illetve a háromszögecske, az ugyanaz a kultúrkör. Jött az AV-AU-t azért tudta, nem? Hogy nem AU. Tehát, hogy AV nincs, és leállt hitatkozni, hogy nem AU, az nincsen, AU van, AV nincs, higgyük már és el. És ha szerencséd van, akkor az olvasó szemüveget oda készítette maga mellé. De ő nem volt egyébként annyira idős. Hogy tényleg jelentkezzenek azon hallgatóink, akik mondjuk már nem dolgoznak ilyen helyen, és beszélhetnek, hogy mit kell kibírni, vagy akár SMS-t is írhatnak egy-egy visszajáró betelefonálóról, aki hetente egyszer éjjel kettőkor megtalálja őket, mert valahol olyan helyen dolgoznak, vagy tényleg állnak egy pultnál, és jön a garancia levelet lepecsételtetni, és 15 percen belül se tudod vele megértetni, hogy egyébként hol kell be, vagy kikapcsolni ezt a dolgot, hogy erre születni kell, ezt nem tudja más csinálni, nem? Hát szerintem... Ehhez idegrendszer kell. Persze. Letesztelik ezeket az embereket? Lehet, hogy belekeseredik egyébként egy idő után, tudod? Tehát, hogy az elején még nagyon fölhúzta magát a te tévészerelőn is. 10 éve csinálja, már mindegy. Már mindegy. Au. Figyelj, azt a birka türelmet, édesem, hát ő negyen, szinte hazaértünk, és mi még szállítottam, ő még mindig. Az mondjuk jel lehetett volna, hogy beültök a kocsiba, és azt mondja, hogy elkezd panaszkodni a csáv, hogy aki éjszaka, és aki pünköst hétvégén igen, és azonnal magamra gondoltam. Van egy klasszikus, azért ezt megmutatnám nektek, hogy micsoda birka türelem kell. Itt ugye egy idős hallgatóról van szó, vagy hát telefonálóról, akinek nem lenne más a feladata, mint egy telefonszámot följegyzetelni. Itt azért mondjuk nem nyulacskákat kell keresgélni, meg nyilacskákat. Itt nem is AV, HDMI, HDMI 2, nem tudom mi, itt csak egy 06-tal kezdődő telefonszámot kell fölismerni. Hogy micsoda idegrendszer kell. És a Palit érdemes figyelni, aki nem zökken ki. Nem tudom, hogy ismeritek-e, figyelj. Kicsit rossz a minősége. Elfogadja a fogadást. Figyelj. Figyelj! Na, itt jön a baj. Figyelj! Igen.
És birka türelem. Figyelj, birka, figyelj, figyelj. Ez megvan. Az megvan. Ez megvan. Már kicsit ideges. Nem, hanem. Hát nem. És még mindig nem teheted le. Azért már nevetek kicsit. Jön a szaki. Édesem. És itt ki. Figyelj. Okay. Érted? És itt, még... Halk egy kicsit, mert rossz a minősége, tehát... Édesem. És... És itt még hosszabb. Nem jön ki. Tehát, hogy érted? Szegény. De hogy és ez 0680-880-880, ez a telefonszám, hogy micsoda türelem. Hogy micsoda türelem. Én és nem teheti le? Első nem. Van egy kódex, ami alapján nem szakíthatja meg, nem? Én az első perc után azt mondtam, az a szám hívja. De ugye te nem teheted le a telefon. Így van. Csak a hívófél teheti le, tehát igen. Az ügyfél. Igen. És valószínűleg egyébként a kolléganő mondjuk egy ilyen két asztallal arrébb volt, és már jelzett neki, hogy hívni fognak. Azt tudod, ez itt még folytatódik. Tehát ez itt még 3 vagy 4 percen keresztül egyébként megy vissza, tehát hogy utána visszaadja még a hölgynek megint, tehát ideadják, odaadják. De hogy ez, tehát hogy egész egyszerűen elképesztő. Mondom, én ezt test közelből tapasztaltam, ez valami elképesztő. Írjanak olyanok, akik ebben dolgoznak, jó? Konkrét történeteket, hogy ki volt az ő nagy szerelmük, aki mindig hozzá kapcsolták őket. Vagy mindig őt kapták meg. Vagy az a vevő, aki folyamatosan visszajárt, és nem volt más dolga, csak hogy folyamatosan kérdezett egy bizonyos tévéről, egy bizonyos adatot 4 napon keresztül. Látok, vannak ezek a nagy visszajárók is, akik ugye visszajönnek és folyamatosan nem vesznek soha semmit, csak mindig kérdeznek. Mindig mondják, mindig megpróbálnak valami új információt megtudni a dologról. De soha nem vesznek meg semmit. Ez is van. Úgyhogy várunk hát ebben a szektorban dolgozók SMS-eit és hívásait. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 6 perc múlva. Többen írjátok, hogy nem hallottátok. Nem volt jó a minőség, ezt mondtam előre, de sokan írják, hogy hallották és nevettek. Hát lehet, hogy nem minden rádió ment úgy át. Van, ahol kevésbé lehetett hallani. Hát ez egy YouTube-ról bejátszott régi felvétel. 3 perc, egyébként 6 perc. Érdemes megkeresni. Beütitek, hogy 0-80-80-80-80. Ez még innen majd csúcsosodik. Csak csodát. Itt még nincs vég, hogy a bácsi átvett, átszítem, mert a néni visszaveszi. Ugye azt kértük, hogy írjanak nekünk azok, akik hát ebben a cipőben járnak, ők a láthatatlan, mindent elviselő, mindent tűrő emberkék, hölgyek és urak, akik tényleg ott dolgoznak napi 8 órát úgy, hogy idiótákkal, bolondokkal, félbolondokkal kell sokszor beszélni, nyilván aki betelefonál, nem mindenki az. De hát nem egyszerű az életük, és keveset beszélnek róluk. Olyan történetek jönnek, hogy hát... Egész egyszerűen megdöbbentő. De tényleg, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Itt van egy hallgatónk előtte. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Attila vagyok. Hello Attila, te ott dolgoztál, föladtad, vagy még mindig valami hasonló munkakörben? Nem, én már csak dolgoztam ott. Dolgoztál? Vannak gyöngyszemek, gondolom. Igen, vannak. Na, mesélj egy-kettőn. Hát, csak én apróbbak, hogy mondjuk, én...
olyan irodás, amikor jól fejem dolgoztam, ahol voltak ilyen kérdések, hogy mondjuk a tévéknél, amikor ki volt írva, hogy ez a földszelszíni adást is lehet fogni az új tévékkel, amiben az MPEG 4 tuner van. Voltak, akik így jöttek be, hogy a földön kívüli adást, ez fogja már ez a tévé. És mondtad, hogy igen? Persze, persze. Volt egy nagyon kedves sztori, egy bácsi visszajött, mert volt meghirdett akcióban egy hűtőgép, és visszajött a bácsi, ott az újságot, megvette a hűtőt, de körülbelül vagy 50 kilométerre az áruháztól visszajött a kocsival, hogy van egy kis gond, mert ő megvette a hűtőjét, de nincsenek benne azok a termékek, se a zöldség, se a hús, ami le van fotózva. Óriási. Nem mondottam, hogy hiányolta a termékeket? Hiányolta a termékeket. Ami a ládában benne volt a fotón. Igen. És mondta neki az egyik kis főnök ott az áruházban, hogy hát ez nem jár hozzá, hát ez nem így van, az csak fotó. Nem, az benne van, az ő kéri. És hát addig nyomta, hogy negyed óráig, hogy az egyik kisfőnököt tönkötette idegileg, aztán jött a másik, oda küldték a másikat, aki kicsit nyugalmasabb volt, vagy nyugodtabb volt, és mondta neki, hogy látták, hogy mi a helyzet, azt mondták, hogy a bácsi kérdezte, hogy na akkor hol van ez a kaja, mert ő elvinné ezt a húst meg a zöldséget, és mondta neki a kollégám, hogy hát az a gond, hogy megmondja őszintén, hogy nincsen sehol konnektorom, ha bedughatnánk ezt a hűtőt, és így az összes termék tönkre ment, tehát a hús is, a zöldség is, és sajnos ki kellett dobni. Atya Isten, hát azért neked se volt. Ja, hát akkor jó. Neked se volt egyszerű. Hát nem Attila, egyszerű. Köszi, hogy elmondtad. Nagyon sok SMS-ről megyünk tovább. Köszi, ciao, hello. Csak egy-két szemezgetés, hogy miket írnak nekünk a hallgatók, mindjárt próbálok váltani. Azt mondja, hogy egy hegymászóboltban dolgoztam, egy színes tükrös felületű napszemüveget hozott vissza másnap a kedves vevő, hogy elszíneződött a lencse. Letöröltem neki. Csak akkor rögtik, amikor már kiment, így a Zoli. Ebéd kiszállítással foglalkozunk, 9:30-ig veszünk fel rendelést. Vevő intelligens kérdése, 11:05-kor. Valami kaja van? Mondom neki, csak 9:30-ig veszünk föl. Vevő, frissen sült van? Mondjam, ja, nem is kaja. Azt mondja, hogy munkahelyi telómat hívja egy néni 3 éve. Munkahelyi teló. Mindig a bandit keresi. Elmondom neki, hogy nem halt meg, csak elköltözött a fiához külföldre, egy hét alatt elfelejti, újra hív. Szegény. Légitársaságot hív a hölgy, mikor kiderül, hogy mennyibe kerül a hibás foglalás kijavítása, és elmondja a férjének a következőt, hallom, ugye írja az SMS író, aki ennél a légitársaságnál dolgozik. Mit csináltál te, asszony? Hatalmas csattanás, csörömpölés, vonal megszakadt. 23:30-kor csörög a telefonom, telekommunikációs cégnél dolgozom. Én mondom, igen, tessék, válasz a hívótól, halló, nem tudok tévézni. A válasz, én meg nem tudok aludni, lecsaptam a telefont, körülbelül 3-szor próbálkozott még éjszaka visszahívni. Vajon mire gondolt? És mégis hívja, látod? Pedig nyilván elmondtad, hogy ez nem az a szám. Igen. Kitartó a hülye. Igen. Itt van még egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Tamás! Tamás, te tévéket szerelsz. Hát nem, én műholdas tévét, műholdas kábel tévét, tehát mindenféle közéssel kapcsolatos volt. Na. Azzal dolgoztam, és igazából volt egy-két, hát a 8 év alatt ugye ez egy személyiségfejlesztő tréning azért az embernek, mert azért elég sok emberhez bemész, és elég sokat kell tolerálni. Gondolod, szombat reggel 3:47-kor csöng a telefon, és veszed fel, hogy igen, és akkor egy ilyen enyhén nem ittas úri embert van a vonal végén, hogy probléma van. Mondom, mi a probléma? Azt mondja, eltűnt a tévéje. Hát mondom, ez de nagyon jó készülék? Hír. Igen, maga a készülék. Hát mondom, ez nagyon jó hír, csak én mondom, ezzel mit csináljak? Azt mondja, hát maga a tévés, nem? Mondom, én nem a tévés vagyok, én mondom, a műholdas tévét vittem oda. De hogy mi a teendő? Hát mondom, hívja a rendőrséget, hogy betörtek. Hát mondom, most mit lehet ezzel csinálni? Mondom, tegye ezt. Sehetek egy 10 perc, és csöng a telefon megint. Felveszem? Igen, tessék, és az úriember a végén. Szóval nyugodjon meg, semmi probléma, csak nem jó szobába mentem be. Ezt nem mondott komolyan. Már reggel, tehát így 7 óra előtt úgy megoldotta magának az egész napját. Tehát ilyen nem jó szobába mentem be. Atya nem Isten. Jó szobába, érted? Tehát ez a... És akkor ezt is próbáld meg normálisan lekezelni vele, hogy van ilyen, én velem is előfordul, hogy anyámékhoz megyek be este, tehát ez a... Én is benéztem már ilyen dolgokat. Meg amikor ügyvédek, úriemberek, tudod, HD és box, és akkor megyek ki, hogy kerreg a médiabox, de nincs kép. És véletlenül, ugye nézem a médiabox hátulját, a ventilátorhoz nyomják be a HDMI csatlakozót. Elindítják a boxot, ugye kerreg, és nincs kép. Figyelj, én pont ezért csináltuk meg ezt a témát, mert hétvégén én ezzel szembesültem, mikor emberünk elmondta, hogy nem hinnénk el, hogy milyen emberek vannak. Tehát, hogy nem is gondoljuk, hogy az ügyfélszolgálat, meg a szerelő, meg egyet, hogy nektek mit kell kiállni tényleg, és magyarázd el neki, hogy ne a ventilátorba dugja.
Ne, a Venter, igen. Atya és ugye az ügyfélszolgálatosok, azok, tehát azok tudnak ám műsort csinálni, tehát olyanokat, fogalmuk nincsen arról, hogy mit kell csinálni kint a helyszínen. Tehát nem szerelők vagy installátor technikusok ülnek be, hanem az utcáról valakit betesznek oda is, add el a marketing szöveget. Tehát semmilyen technikai háttert nem tud. Tehát amikor bemész a 80-as nénihez azzal, hogy TV, internet, telefon, meg médiabox, és nincs nála egy rohadt kábel az egész lakásban, mert ő addig lepke antennával nézte. És azt mondja neki az ügyfélszolgálatos, hogy egy méter kábelt nem kell húzni, minden úgy lesz, ahogyan volt. És akkor tudod, én meg bejelentem, hogy nagy fúróval, 12-es, 60 centis megjelnek ott, meg vödör kábele, hogy ezzel mit akar? Tehát ez hogy, hogy mire készült? Hogy mire készült? Hát mondom, én négy kábelt az egész halott meg fúrni fogok. Ja, hát erről nem beszélt neki senki. Hát mondom, csókolom, mire gondolt? Tehát mondom, igen, hát ide teszi a boxot, és akkor itt már jön is minden. Igen. És már honnan? Tehát így azért ezt meg kéne is. Tamás, nem tudják ezt. Köszi, ilyen... köszi, hogy elmondtad, mi egyik sietőben még van annyi SMS, köszi, hogy elmondtad, köszi. Nagyon. Ciao, hello, hello. Szia. Írja nekünk egy volt így főzagolatos, hogy mondtuk neki, hogy kérem nyomja meg a kettős keresztgombot, az melyik, a hópehely vagy a létra? És mondta, hogy a létra nyilván. Hópehely vagy a létra. Volt egy olyan esetem, hogy a beteg negyed óra múlva visszajött, hogy a hüvelytablettás dobozból hiányzik a hüvely. El kellett neki magyarázni, hogy az micsoda. Na jó, de ő akkor mire vette azt a tablettát, nem? Turizmus témakörben is lehet szemezgetni. Utas Korzikáról felhív egy hallgató, hogy nem ég a lámpa a nappaliban. Én meg Pécsett az irodában. Tök jó. Közöltem vele kedvesen, hogy én most nem tudok oda repülni, de higgy el, hogyha ott lennék, akkor segítenék. Szerintem kérjen segítséget a recepció. Ennyire. Indulok. Én indulok volna egy ember, akiben megbízhat. Másik SMS, nagyon klasszikus, szintén egy ügyfélszolgálatos kolléga írja nekünk. Jó napot! Gázszivárgát szeretnék sürgősen bejelenteni, de mi egy telefontársaság vagyunk, nem baj, magukkal is van gondom, és neki kezdett. Tök mindegy, hogy kit hív, ez jó. Mekkora? Hát nem imádni valóak? Nem baj, magukkal is van gondom, na ide figyeljenek! És helyre teszi őket. Neki össze volt írva egy pár telefonszám, akiket még fel kell hívni aznap és reklamálni. Igen, igen. Gyönyörű. Rendőrkapitányságból hallgattam végig egy hasonló sztorit, ahol a bejelentő úr, aki mellesleg matrészek volt, arról akarta meggyőzni a rendőreit, hogy ellopták a mobiltelefonját, amiről éppen hívta őket. Ezt Jocó küldte nekünk. Aztán... egy mobil szolgáltatónál dolgoztam, mikor névváltoztatás történt, pannomból Telenor lett, ugye megváltozott a készüléken a hálózat neve, egy hölgy felháborodva jött be, hogy belemertünk nyúlni a telefonjába, és addig nem megy haza, amíg vissza nem állítjuk. Ezt nagyon sokan megcsináltak, annak az idő, abban az időben ez legenda volt. Eltűnt. Átállították. Atya Isten. Én egy pizzériában dolgozom, ott is vannak érdekes vevők, rendelt egy pali egy, mit tudom, 4 évszak pizzát, és kért rá gombát, de mondta, hogy csak a bal oldalán lehet a pizzának gomba. Fordíts meg, haver! Csak a bal oldalán, nem merjük máshova tenni fel a gombát, csak a bal oldalán. Virágosnál dolgoztam, és micsoda, a ládában művirág, megkérdezték tőlem, hogy gyökerese. Mondom, nem, ez sejemvirág, tehát, hogy művirág. Aha. Minden mondja a vevő, jó, jó, azt értem, de gyökeres. De jó. Ez nagyon jó. Nekünk saját cégünk van, aksikkal foglalkozunk, napi szinten van, hogy kérdeztem, mekkora a feszültség. Kérdés, a válasz, az a watt, a dupla V? Kérdezik. Kérdezik, ugye? Írja nekünk egy másik hallgató. Magentás hiba bejelentő tévételefon, szép lett, jó lett, csak a szerelő vigye vissza a muskátlit, mert ellopta a muskátlit. Fél órát vitatkoztunk az ellopott muskátlikról. Hogy szép lett, csak a szerelő valószínűleg ellopta a muskátlit. Ez már a skizofrénia, nem? Hiperben műszakin osztályon dolgoztam, volt egy kedvencem, behozta a mamát, hogy vásároljanak egy kicsit hitelre, egyik sem volt szomjas. Ketten birkózógépet csináltak a mosógépből, kiszedlek köcsög a pult mögül kezdéssel jött reklamálni, hogy a jutalmat elköltő papa majdnem kivégezte a mamát. Hú, ez elég zavaros SMS, ez Tibi küldte nekünk. Aztán gyógyszertárban dolgoztam, amikor megtörtént egy olyan eset, hogy visszajött a bácsi a gyógyszerével, hogy nehézségei vannak a lenyeléssel. Akkor ránéztem a dobozra, közölnöm kellett vele, hogy végbélkúp nem szájon át szedhető a filmtamletta. A szakmámban sok ilyen történik. És Ancsa voltam. Hanyadiknál vajon? Tehát, hogy érted, hogy hányad dűrt le? Igen. Igen, volt, amikor bennek adni kellett kúpot, azért azt félre tudod nyelni, ha rossz
tehát, hogy... Ja. Hát az, tudod, mekkora egy kúp. Igen. Hát az nem játék. Kutya kozmetika, szintén érdekes vevő, hozza a gazdi a kutyát, hogy talált egy csomó kullancsot benne, de nem tudta kitekerni, inkább szedjem ki én. Láttam, hogy mutatja a kutya melbimbóját. Várja, mert is megpróbálta. Jaj, és megpróbálta kiszedni. De nem jött ki. És hát milyen magasok ezek a kullancsok mostanában. Szegény kutya. Fogom rahadtul ezzel a csipesszel, de basszus. Ó, nem óra járására ellenkező irányba. Tekerem. Jézus, már be is sóztuk, rá is pisáltunk, még mindig sem. Kullancsi nem jön ki. Mivel a krémet neki? Mivel a krémet? Szegény. Úristen, a kutya melbimbóját csavarja. Tortúra. Tudtam. Két sorba, párhuzamosan egymás mellett. Samsung mobiltelefonban dolgoztam. Ügyfél bejön, elmondása szerint a jósnője azt mondta, hogy rontás van a telefonján, szeretné, ha eltávolítanánk. Egyéb frabátóhoz. Megmondta a jósnő, azt akkor szakszervizbe kell vinni. Zseniális. Annyira tudtam, hogy ez jó lesz. Ugye? Akkor a jósnő tényleg... mondta, el kell távolítani, és ott állsz ügyfélszolgálatosként, és magyarázd meg neki, hogy nem, és ha nem hiszi el, te nem lehetsz vele bunkó, nem küldheted el, nem bánthatod meg, panaszkönyv kikéri, beleír, tortúra, feláborodik, izé, osztályvezető, csak, tehát úgy kell vele bánnod, hogy ő ne érezze azt, hogy te effektíve kiröhögöd, nincs de, más választásod. De ilyenkor mi lenne, hogyha például mit tudom, egy picit megvágnád az ujjadat, két csepp fér a telefonra, illetve egy madártól a telégettél egy fekete gyertyával, nem? És azt mondod a végén 10 000. Kész. Van, kész van. Nem garanciális volt. Gépjármű kárrendezésen dolgoztam. Bejön az ügyfél kárt jelenteni, mondom neki, hogy kellene a kocsi rendszáma, hogy ellenőrizem a biztosítást. El az ember kirohan, 10 perc múlva visszajön, leszerelt rendszám. Hát nem gyönyörű ez az ország. Uram, meghoztam. Igen. Meghoztam a rendszámot. Un momento, vivo. Tartsák a sor. Mindjárt itt vagyok. Hozom a rendszámtáblet. Atya úristen. És mit csinálsz? Hát semmit. Hát köszönjük szépen, átírod, tegye vissza. Megfordítod, leolvasod. Igen. Mágnes és automatricákat gyártunk. Hetente kérdezik meg telefonon többen, hogy az ablaküvegre is tapad. Oda igazán. Csak kell egy kis ragasztó hozzá. Hogy az ablaküvegre tapad-e? Hetente kérdezik meg. Hát szép. Ugye, ők azok a láthatatlan emberek, akikről keveset beszélnek, meg, és közben nem tudjuk, hogy micsoda áldozat reggel 8 órára oda bemenni, fölvenni a telefont, fölrakni a kis névjegykártyát, fölvenni a fülhallgatót, várni a vevőt, és egyszerűen zokszó nélkül panaszmentesen kiszolgálni, hogy ők aztán mennyi csodával találkoznak. Azt de kideszítsük már ki, hogy mennyit kell kibírnia egy ilyen ügyfélszolgálatosnak. Én úgy tudom, hogy nem teheti le. Tehát, hogy az van valami olyan kódexük, hogyha sértegetik őket, vagy már nagyon durán, azt már nem kell elviselnie, aha, de én azt hiszem, hogy csak azért, mert ő berágolt, azért nem teheti le. Tehát neki az utolsó pillanatig is nagyon, nagyon nyugodtnak és nagyon kiegyensúlyozottnak kell lenni. Vajon a hülyék után van bónusz? Tehát, hogy megnézzük, hogy egy hónapban egy embernek hány hülyéje volt, és azután kap valamit? Vagy nyugdíjba karában elmehet. Ja, igen, vagy valami, hogy egy rekreáció. Tehát bármi, amit neked volt 10 nagyon hülyéd, éjszaka, akkor te most, mit tudom, 20 000 forinttal többet kap. Semmi. Kidönti el, ki a hülye. Szerintem itt ilyen belső toplista van csak valószínűleg, tudod, akikre büszkék vagyunk. Neki most aránytalanul sok volt. Hát képzeld azt, amikor 10 hozzák vissza a HDMI kábelt, hogy nem jó. És akkor mondod, de van rajta csatlakozzá? Nincs. Na, azért nem jó. De igen, ezért nem lesz jó. Na, jó van. Hát szenzációs SMS-ek jöttek. Morning Show. A Klassz FM-en. Hallottátok ezt a bankrablós történetet, ami folytatódik, és nálunk is folytatódik? Hogy azért ez milyen szép történet, ugye? Ez egy never ending story. Ez egy soha véget nem érő sztori, igen, hogy... Ugye elindítottuk mi is a kísérletünket, hogy egy sima, egyszerű, hétköznapi vagyonőr hogy kap majd engedélyt arra, hogy ő fegyvert viselhessen és mehessen például ugye pénzszállító autóra. És állítólagosan az egyik bulvárlap szerint kiderült, hogy ez a fiú, ez autista. Azt a szakpszichológus az elsődleges vizsgálat után még nem tudja megmondani, hogy pontosan az autizmus melyik fajtájában szenved szegény. De az elsődleges vizsgálat után megdöbbentő előzetes megállapításra jutott a bulvárlap állítása szerint, miszerint ugye gyakran elrévelt, fel sem fogja a körülötte zajló eseményeket, viselkedése zavart, ezért félő, hogyha nem kap szakszerű kezelést, állapot a súlyosbodhat, gyerekek. De hát már ez is elég, ami... már súlyosbodni se kell, ez is elég, hogy fölmerüljön a kérdés, amit te akarsz, már látom föltenni, hogy nagyon. Hogy kapta meg? Hogy ez az ember, gyerekek, hogy kap fegyvert? És most...
De az is megdöbbentő számomra, hogyha ez valóban így van, és kimondja a szakértőkkel az első fokú bíróság, hogy elítéli. Tehát hogy ítéli el? Tehát hogyha bizonyítható módon a szakpszichológus, a klinikai szakpszichológus, nem fogom tudni kimondani. Szakpszichológus. Szaklógus. Ezt megállapította. Akkor hát ez az egész több szempontból megdöbbentő. Tehát egyrészt a súlyos hiba az első fokú bíróságtól, szerintem, legalábbis nyilván. Meg hogy a fenébe kap fegyvert? Nem hogy? Lehet, hogy az van most, hogy ez egy jó ügyvédi húzás, tehát elkezdték őt kivizsgálni, megszületett ez a döntés. Őt nem tudják elítélni majd emiatt, hiszen ugye nem tudott a tettéről, hogy mit csinált. Hát igen, az orvos szakértő szerintem nem biztos, hogy a szülők bízzák meg, tehát az független általában. Aha, de hát te kérhetsz egy függetlent vagy orvos szakértő aha. vizsgálat, és akkor ha igazolsz egy bizonyos gyanút, ami mondjuk a szülők részéről felmerül, hogy mondjuk ugye, hát a fiú mondjuk autista, aha. és az bizonyítása talál, akkor azért az fontos ér, szerintem. Azt mondom, hogy ez hogy? Felmentő hatású. Igen. Ugye? És ekkor felmentő hatású lehet. Lehet, igen. lehet. Ekkor jön a nagy kérdés, hogy akkor viszont azt az embert előveszik-e, aki ezt a fiút ebbe az állásba behelyezte. Hát ez a kérdés. Mert akkor hát ez a kérdés, hogy ez a srác szegény, ugye, hát annak ellenére, hogy a szülei már mondták, hogy megtérítenék a kárt, meg tényleg sajnálják, de hogy... hogy egész egyszerűen ő fegyverre rohangált. Értitek? Uh-huh. Értitek ezt? Hát lehet, hogy a fegyvervizsgán volt egy olyan kérdés, hogy ön autista, és akkor ő beixelt a nemet. Ön autista? Nem. Tudja, mi az autista? Nem. És akkor át is és akkor átmegy. Uh-huh. De azért itt megint előjön egyébként. Hát ennek van enyhébb nyilván. Persze, de akkor is azért, halljunk be őszintén, itt is előjön egy picit azért a szülőknek a felelőssége. Tehát, hogy te szülőként, ha tudsz erről a problémára, már pedig meglepődnék azon, hogyha a szülők nem tudtak volna, hogy a gyerekkel némi-nemi problémák vannak ilyen téren, hogy ők nem mondják azt a kisfiúknak, hogy persze-persze nagyon nehéz manapság munkát találni meg egyáltalán, de hogy azért nem biztos, hogy jó, hogyha te egy fegyveres tevékenységet végzel majd a betegségeddel. Vagy a hajlamoddal. Hát igen, kérdés, hogy ennek tényleg melyik fajtája. Tehát van az enyhébb, amit nem is tudom, hogy minden esetben, nyilván, hogy magatartásban azért sokféle viselkedés van, meg zavar, amit esetleg a szülő kiszúr, de hogy hány olyan gyerek él, vagy felnőtt, vagy kamasz, akiről nem is tudják? Csak olyan tudod, egy kicsit más. Kicsit úgy más. Más. Ezt mondja a szülő, és lehet, hogy odáig el se jut. Hogy, és megint nem a szülő egyébként, meg nem ez a szerencsétlen. Na de ha a szülő tudja, hogy kap fegyvert? Vagy azok, akik fegyvert adtak, hogyha nem tudják? Na ez az. Ha tudták, akkor miért kapott fegyvert? Ha ez most derül ki, miért ítéli el a bíróság első fokon? Én semmit nem értek. Aha. Semmit nem értek, de most már ezt az ügyet követni fogom komolyan. Mondjad, mit akartál hát, mondani? Ha vizsgálnál, hogy ugye ne a szülőt hibáztassuk ebben az esetben, nyilván, ha tudta, akkor szegény előket csak sajnálni ne tudom, persze. A szegény fiút, a rendszerrel van baj, most nem, pont hát nem a srácsal, dehogy is, hogy ne. Tehát az, hogy ő, igen, maga a rendszer az, ami nagyon fura. Hogy azért itt nem arról volt, hogy azt mondta, hogy én szeretnék, nem tudom, őrizni egy magáházat. Jó, üljél be egy kabinba, dolgozzál napi 8-at, reggel 8-tól, nem tudom, este 8-ig. Figyeld a környéket, valami van itt, egy telefon, hívjál föl, és akkor majd a távfelügyelet jön. Nem? Ő hanem ő egy fegyverrel az oldalán X éven keresztül rohangált a belvárosban. És ez senkinek, ez most, ez így most. Hát azt gondolnád, hogy azért mire oda valaki eljut, az komolyabb. Na mindegy, ennek fogunk utána járni, ugye elindítottuk mi a kis meglátjuk. Kísérletünket. Úgyhogy mindenképpen utána járunk, szerintem ez igazából kiderül. Hát kérdés, a szülői felelősség ugye azért nincs, mert ha ő már nagykorú, és ő elment, és a szülők azt mondják, hogy jót csinált, hát én mondom, én őket inkább csak sajnálni tudom, tehát felelősségre vonni már ebben az esetben nem tudom, hogy mennyire lehet. Hiszen 20 akárhány, 30 éves, tehát ott már szóval az leszek, de nem leszek, de az leszek, leteszem a vizsgát, leteszi, és elmegy, tehát most ő elköltözött ott, hogy Robár, nem hiszem egyébként. És ő önálló életet él, ott már a szülő, nekem lesz egy 30 éves gyerekem, én ott már nem tartozom felelősséggel. Kiderül, mert lehet, hogy itt megint csak egyfajta tényleg ilyen bulváros túlzásról van szó, tehát hogy majd meglátjuk, hogy ez az autizmus, ez most valójában mennyire aha. állja meg a helyét. Ilyen rendőrségi vonalon ők jókat szoktak írni, tehát jók az informátoraik. Tehát ha ők általában azt leírják, hogy ezt egy orvosi, klinikai szakpszichológus ezt megállapította, akkor általában azok beigazolódnak. Tehát, hogy ilyenekben nem fújják túl, vagy nem írnak nagyon mást. Tehát ebben jó vonaluk van. De meglátjuk egyébként, hogy ez igen. egyáltalán kiderülhetette a fegyvervizsgára való felkészülés során. A trójai fedőnövő akciónk elindult. Az emberünk benn van. Krisztián. Krisztián, még
aki igazi nevén egyébként Krisztián, pont azért, hogy ezzel mindenkit összezavarjuk. Erre ők nem számít. Erre ők pont ez az, amire nem számítanak. Krisztián, és mindenki mást megnéznek majd, de a Krisztiánokhoz nem nyúlnak, hiszen Krisztián az csak fedőné. Pont ezért a mi emberünket igazából is Krisztiának hívják. Krisztián, mi? Krisztián, ki nem hiszi, nem mi az igazi neve. De tényleg Krisztián. Igen, persze. Na, mutass egy személyigazolványt. Tessék, itt van benne Krisztián. Hamis papír. Igen. Igen. Nem, akkor te nem lehetsz az, hiszen a Balázséknál az volt, hogy Krisztián csak a fedőnév. Ha te igazából Krisztián vagy, akkor te nem az vagy, úgyhogy te akkor átmehetsz. Ezért Krisztián, Krisztián. Ugye? Aha. Krisztián, Krisztián, Krisztián. Meglátjuk, hogy mi lesz velem. Jaj, gyerekek, tegnap rézlepedőt vásároltam, és komolyan mondom. Tényleg? Megvetted végre? Megvettem a rézlepedőmet. De mi részszínű, hogy menjen a falhoz? Csak egy mondatot akartam róla beszélni, de hát látom már, hogy nektek megvan? Laikusoknak de kezdett. De mennyire? Végre? Milyen tisztaságú rész? 99,9. De most te vele vagy? Ez mi az Isten ez a rézlepedő? Ne szórakozzatok. A rézlepedő? Már. Igen. Te hol éltél eddig, Feri? Most őszintén. Most részből nem vesz az ember lepedőt, az pamutból veszi, szaténból, nem tudom miből. De mi? Részszínű? Azért mennyire? Nem, ennek van résztartalma van. Tehát 30-40 gram per négyzetméter alapú rézlepedőt vásároltam. Mind lepődsz meg. Hát már rézágyúja van. De be tudod vinni a méhbe, drágán? Van eladod a rész? Igen, rájöttem, kézzel, hogy van egy ilyen piaci rész, találtam, hogy olcsóban tudom megvenni, amit aztán drágában tudok fel. Tök jól mutat a rézágyú és a bagolypénisz mellett, ami szintén részből. Tehát te úgy vagy a Ferivel, hogy közben játszott, hogy velem vagy. De érzem én, hogy közben te a Ferivel vagy. Szurkolok. De mi az Isten ez a rézlepedő? Tényleg, mire jó? Most belemehetnék én itt mindenféle olyan dologba, amivel egy kicsit tágítani tudnám a meglehetősen bekorlátolt... Tudjuk, hogy hülyék vagyunk, azért kérdeztem. Fizikai síkon megragadt, kispolgári... totálisan a materiában mozgó agyatok minimális százalékát kihasználó gondolkodásatokat. Az egészet készpénzbe 7000 forint. Aha, mert kérdezni akartam, hogy mennyi benne az önrézed. De ez nem kellett bankételt fölvenni, 100%-os önréz volt. Ez páros lepedő, ketten is elfértek, vagy ez egy egyes rész? Uh-huh. Ez úgy néz ki, képzétek el, hogy ez egy 180x200-as rézlepedő, de ez 180x1 méteres, tehát ebből kétszer egyet kellett venni, kettő darabot, és akkor ez be tudod tenni az ágyad alá. És ez gömbvillám ellenvéd, hogy levezeti a réz az áramot? Istenem, hogy miért kellett nekem ezt felvetnem? Hogy de azért, mert anyám mindig azt mondja, hogy az a hülye, aki nem kérdez. Hát és igaza van, én azért kérdezek, mert még mindig nem tudom, hogy mi az Isten az a rézlepedő. Ez nagyon sok mindenre jó, ugye hát azt tudjuk, hogy a testünk tulajdonképpen az miből áll össze, és ebben segíthet a réz, ami például mindenféle káros földsugárzást lefedhet. Azt hittem, hogy szétfolysz éjszaka a víz miatt, és ez összetart. Nagyon, nagyon durva. Ér, izomgörcsöket oldhat, ellazult alvás, mélyebb alvás, a REM mozgásos alvás szakaszokat megnyújthatja. Nagyon-nagyon brutális. Tehát, hogy, a milyen mozgásos? Hát ez amikor ugye van ez a... REM fázis, igen, igen, a REM fázisos alvásnak a kimenetelét. A REM kimenetedet? Én mindent olvastam a Réz Andrástól, tehát tőlem olyat nem tudsz kérdezni, amire ne tudnék válaszolni. Egyébként tényleg így van, mert nagyon jótékony hatással van ez a lepedő egyébként az ember test részeire. Igen. Aha. Szóval ez nagyon nagyon jó dolog. Van egy vízér az ágyad alatt. Nem mutat, Feri. van egy vízér az ágyad alatt, például, de nem úgy, hogy esőben minden embert vízér. Aha. Tehát, hogy ne... Tehát ne erre gondolj, hogy azért vízér, mert esőben minden embert vízér. Nem is úgy, hogy kimész este vízér, mert igen, igen, de nem is az, hogy elindulok, mert elmegyek kenyér. Tehát, hogy nem teljesen erre kell gondolni. Vagy elmegyek gyömbért, tehát, hogy nem ezen a vonalon kell elindulni. Így van. Hogy minden embert vízér, hanem vannak bizonyos földsugárzások. És például neked abban van a kis ágyacskád. Tehát a vízér az földet sugároz. Hagyjál már békén, ne szívassál! Lejvonalak, Hartmann sugárzás, vízér, ezek különböző... Lejvonal az Románia. Így van, lent Bukarest alatt van kettővel. Ott van eres. Istenem, hát komolyan mondom, csak hánykolódtok álmatlanul, és nem tudtok rendesen aludni, fáradtak vagytok, nyűgösek vagytok, fáj a nyakatok, és nem tudjátok, hogy miért van, míg Bali bejön kipihenten, mosolyra húzódott arccal, és azért tudja, hogy hova kell feküdni, mert megágyaz az ő kis ágyában. Ez majd melyik nap lesz ez a mosolyogva kipihenten? Tehát már használom. Nézd rám, hát itt ma fogom kiteríteni. De nem szabad nagyon, mert az elfojtott stresszű emberek, a szívbetegek, tehát hogy nagyon komoly változásokat okoz. És rémálmokat okozhat, tehát nagyon óvatosan kell ezt elkezdeni használni, de ha elkezded használni, akkor például ki észreveszed, hogy
egy hét után, ha fokozatosan nyitott ki, ugye nem szabad egyszerre kinyitni, akkor lazul az alvás, mélyül az alvás, jobban kell stresszmentesen, vagy nagyon kapkodni. Először lábra vagy fejre kell menni vele. Hát először mondjuk a lábadnál kiteríted egy 40 centi, utána 60 centi, és utána kiteríted hozzá teljesen. Hozzá kell szoknod a részhez. Hozzá kell szoktatni a szervezetet, így van. De azt nem minden gyógyít egyébként. Van az a nagyon durva pattantyús betegség, például a tűzér-vízér. Ez egy altesti betegség. Például nagyon durva, ha te nagyon stresszes vagy, és hazaviszed a stresszt, akkor ennek a rézlepedőnek sokan nem tudják, van egy olyan stresszoldó hatása, hogy hihetetlenül ellazít, miközben egyébként alszol. Aha. És sokkal kipihentebben ébredsz. Van, akinél az erős szívdobokást okoz, a nagyon stresszes emberek például azért nem nyithatják ki teljesen, mert rémálmokat okoz. Tehát, hogy hatással van a te fizikai tested, ami ugye hát csak fizikai test, de hát nyilván ugyanúgy egy elektromágneses mezőből áll össze, és a részecskék ugyanúgy rezegnek fénysebességgel, mint minden tárgyban, és ez reagál a réz lepedőre, és a réz egy csomó mindent elvesz, meg elszív a testből. Aha. Ami nyilván egy baromi nagy humbuknak tűnhet, de ha tudod, igen, hogy miből áll össze a test, és tudod, hogy egyébként ez az egér sem egér, csak fénysebességgel rezgő atomok egyébként, ami egy elektromágneses mezőben összeáll, akkor tudhatod, hogy a tested is reagál bizonyos anyagokra, mint például a rézre. Aha. Te is azzal most a szoktatást lehet gyorsítani. Szoktatást ne gyorsítsuk, mert az 40 éves korban már olyan kevés örömünk van, Feri, ha még azt is elkapkodjuk. Nem, hogy a rézhez, a réz ághoz legalább azt nyújtsuk el egy kicsit. Illetve a vége felén azt gondolom, hogy egy tempóváltás jótékony hatással lehet. Tehát lehet szoktatni, hogy rézlapokat nyalog. Egy mondatot akartam erről beszélni, de hát tágítom, meglehetősen csökönyös kispolgári gondolkodásotokat, ahogy látom ebben a témában, úgyhogy van hova tágulnotok. Egyfajta univerzumi tágulást mutathatunk itt be, mert nagyon szűk mesdjén mozognak. Észre, hogy neked kell a rézlepedő? Tehát, hogy honnan tudjam én, hogy oldhatatlan vágy van bennem, hogy vegyek rézlepedőt magamnak és kicsin családomnak, illetve már merül is fel a következő kérdés, hogy gyermekeimet 5 és 4 éves korban rászoktathatom-e a rézlepedőre, vagy maradjunk? Itt mondanám el, hogy megnyílt Bali bioboltja, ahol rézlepedőket is forgalmazunk, a Király utca 16-os szám alatt található a mi kis boltocskánk. Hányan mennek vele a Király utca 16-ba? Mennyi mennének? Sem, nincs bolt. Most valakinek nagyon jó forgalmat csinálszat. Na, ha már itt vagyok, nincsen, de ha már itt vagyok, akkor veszek egy Moldova összes. Ne felejtsétek el, Király utca 16 Bali boltja. Nézzük már, mennyi van. Nézzük, jön a Király utca 16-ban. Gyereknél is használtad. Igen, ugye mi történik tulajdonképpen az alvásnál? Azt gondolod, hogy egy teljesen tudattalan dolog zajlik, lefekszel, vagy valami történik, álmodsz, nem álmodsz, felkelsz valahogy, fáj a hátad, álmatlan vagy, nyűgösen ébredsz, kialvatlan vagy, ingerült vagy. Ez mind azért lehet, mert rossz helyen van az ágyad, rosszul alszol. Aha. És ha ezeknek a minőségét elkezdesz javítani az életedben, akkor az élet minőséged is megváltozik. Uh-huh. És ez a kicsi apró dolgok, hát nektek nyilván teljesen felesleges erről beszélni. Teljesen. Ez igaz. De hogyha például változtatsz az alvásod minőségén, akkor nem csak az alvásod minőségén változtatsz, hanem az egész életednek, aha, a minőségén. Érted? És ezért kell. És ha egyszerűen odafigyel, például fáj a hátad, tessék? Ha egyszerűen arrébb húzom az ágyat a vízér fölül. Hát nem mindenkinek van lehetősége. Ez mondjuk igaz. Aha, nem. És akkor jó. De hogy mit tudom, én azt érdemes beméretni. És te tudsz hartmahálót is leteríteni az ágyad alá? Nem, de szívesen elmegyek neked vízért. Megnézem. Miért az nincs? Van ilyen, hogy hartmahálót. Persze, az például eléggé káros. Ja, akkor ne terítsél. Az nem jó. De ha ráteríted a vízes lepedőt, vagy rezes lepedőt, akkor az a hartmasugárzást is csökkenti. Aha. Figyeljetek, ez csak mostanában tűnik úgy, és nagyon tényleg olyan fura itt a 21. században, hogy az emberek elkezdenek olyan dolgokról beszélni, mert régen az őseink ezt tökéletesen tudták, kimérték, megmérték, vizet találtak, kutat fúrtak, radiesztéziás eszközzel, mondták, hogy itt kell fúrni, bemérte, megtalálta. Csak ma már az ember annyira eltávolodik ettől, hogy azt mondják neki, hogy vízér vagy hartnom, vagy le, és azt mondja, hogy hülye vagy, hagyjál már, inkább benyom a tévét, azt majd elalszom arra, hogy megy a DVD. De hogy közben ezzel nagyon sokan régebben, a régi világban ezzel tisztában voltak. Hogy nem fekszünk bele, meg az mit okoz, meg figyeld az állatot, hogy hova fekszik, mert az én jó helyre. Bele soha. Tessék? Hát igen, vagy te már nem érzed, hogy ha én abból indulnék ki, hogy a kutyám mibe fekszik bele, akkor minden nap büdös lennék. Bari, a múltkor beszéltetek a sok hülyeség megvásárlásáról, ez nem az? Higgyétek el, ez nem. Aha. Ez nem. Például valakinek rossz az immunrendszere. Vagy ha influenzás vagy, feküdj bele egy ilyen részlepedő, és nézd meg, hogy mi lesz. És jó hemperegjél bele, Feri. Lehet, ez most hülyé hangzik, de tényleg ha lehet. Ha picit bezöldülsz, hogy ne csodálkozz rajta, ez a résznek egy sajátossága. Igen. Vagy például van egy becsípődött ideg a derékban, vagy bármi fájdalom, feküdj rá, és meglátod, hogy működik.
előtt. Aha. Szívesen beszélek erről, tudom, hogy teljesen hülyének tűnök, de ez nem zavar, mert tudom, hogy tágítalak benneteket. És a leégetett szigetelésű... Akár te is jó vezető igen, vagy. Igen, hát a leégetett szigetelésű részkábelt tekerek igen? a derekam köré. Hát mondjuk nekem sok kell, de van mondjuk otthon annyi, akkor az jó? Tehát az ugyanaz, mint egy részlepedő? Hát egyébként nagyon jó a kérdés, Feri. Hülyén fogsz kinézni, de szerintem hasznos lehet. Én azt tanácsolom viszont neked, hogyha mész haza majd Velencére bringával, és a hónad alatt megállsz ott valamelyik ilyen kis, hogy hívják, 3824-es számú italbolt előtt, hogy magadhoz vegyél némi kis meleg fröccsöt, akkor ne támaszd le a részlepedőt a bicikli mellé, mert akkor tudják is, hogy mivel vigyék el. Jó, tehát akkor ezt arra vigyázunk. Igen. Aha. Most azt mondja, kicsit félek, hogy nagyon betörjenek hozzám, és mondják, hogy Balinál van nézfilm. Ah, igen. Elviszik. Mire bemegyek, betörtek. Hát fél jó ára van egyébként. Mennyi most a tört rész kilója? De ez nem olyan, ezért nem kaptok semmit, ezért ne törjetek be. Nincsen semmi. Uh-huh. Tehát ezért nem kaptok túl jót. És a kölcsön kérem a Jani macskáját. Igen. Vagy a kutyáját. Igen. Akkor azzal meg tudom állapítani. Meg. De mi lerakom a macskát, ha arrébb megy, akkor vízért. Nem, hát arrébb ment, akkor vízért ment. Igen. Hát vagy gyömbér, vagy kenyér. Aha, így van, tudja. Értem. És hogy a kemencére fekszik, akkor nyelment tűzér. Igen, és ki jelzi jobban, a kutya vagy a macska? Azt hiszem, hogy... A macska ott fekszik, mert a macska belefekszik, a kutya nem kutya fekszik. Elmegy. A kutya, tehát, ahol igen. A kutya fekszik, ott kell aludni. Na? A macska igen. Mindig a jóba fekszik. Tehát, hogyha hozzánk átjönél fel, akkor a legjobb, hogyha lekuporodsz a lábamhoz. Mert a Miki mindig oda fekszik. De ott, nem, akkor ott van egy vízér, mert a macska ráfekszik igen? a vízérre. De tök fura egyébként, mert akárhogy forgok, ő mindig egyébként a lábamhoz fekszik. Tehát, hogyha a fejem pont az ellenkező irányba néz, mint egy uh-huh. nappal korábban, akkor is a lábamhoz fekszik. Lehet, hogy aztán kamu, nem tudom, nem, hogy ez így van. Nem, akkor neked a lábad hát, vagy maga egy vagy apjúzókni. Igen. Van egy bizonyos tulajdonképpen egy elektromos mező. Ami ugye már igen? bemérthető, és ez ugye hatással van az emberi szervezetre, és ez a szervezet hangolja azokat a biokémiai folyamatokat, amik benned lejátszódnak. Na most, ha te egy ilyenbe belefekszel, akkor ez megzavarja a testben lejátszódó, egyébként erre meglehetősen érzékeny reagáló biokémiai folyamatokat. Mi történik? Elindul egy kóros elváltozás. Érted? Tehát, hogy tehát nem csupán tehát fizikailag itt megfogod a testedet, persze, hát az lehet, hogy az úgy érzékeled, de hát egy elektromágnes és egy elektromos mező az, amit téged körbevesz, amire te reagálsz, amire a tested reagál. Kapcsolod ki a TV-t és szakára. Elektroszmog az is van, vannak olyan készülékek, amik ezt például kiszúrják. Aha. Igen. És a réz erre jó? Hát... És részpárnahúzatot is kell vegyek? Vagy... Részpárna húzatot? Aha. Ne vegye. És mivel mosod, szidolozod? Nem. Le kell mosni, mert hogy szennyeződhet, de hát ugye nem fizikai szennyeződésről van, hogy hideg víz alá rakod és lemosod. Az lemos az elektroszmogot, uh-huh. meg a vízeret, a hideg víz. Igen. Aha. De neked hozok szívesen rézzoknit, mert van ilyen, hogy rézzoknit. De azt nem vettem, Nyugi! Nyugi, nem vettem! Nem fogjátok elhinni, én viszont kaptam ajándékba. De nem részszálast, hanem ezüstszálast. Ezüst száll a zoknit. Ez nagyon komolyan mondom. Azért csak az a baj, hogy hogy fogod megstoppolni? Hát ugye? Az ezüstét készletet belestoppolod. Tehát az a nagy baj. Mert hogy állítólag nagyon jó. Na igen. De próbáltad? Mire próbáltam, jó? Gyorsabban fut? Nem. Igen, mert szúr a ré... Nem, ez nem, nem sportzokni, hanem ilyen mindennapi hordásra használják. Állítólag jótékony hatással van például a viszerekre. Aha. És? És nagyon büszke vagyok rá, hogy van egy ilyen, picit még zavarodottan forgatgattam, egyszer felpróbáltam, nem mertem hordani, picit félek tőle, hogy jobban fogtam egy izzadni a lábam, vagy ilyesmi, mert hogy mégiscsak ezüst. És napfényben ezüst van benne. Csillog? Mit? Napfényben csillog? Igen, hál' Istennek szandállal hordom, és hogy tudják, a pantallóba. Jó van, az a jó, hogy én bejöttem ezzel a részlepedővel, de jó belekeverted magad te is. Úgyhogy... Nincs ebben semmi gond egyébként. Szépen jöttél velem a szakadékba, mert én egy mondatot megyek akartam csak erről a részlepedőről, mert én ilyen dolgokról nem nagyon beszélek, mert aha. nem akarok a pataki sorsára jutni, hogy mindenki úgy néz rám. Megyek veled együtt. Igen, a gabona kör közepén álltam, ő már ezt énekli tényleg, tehát nem akarok az ő sorsára jutni. De hát mindegy, mit tudtok ti erről? Automata mosógében lehet mosni a részletet? Nem kell, nem. Nem mosod, csak hideg víz, hallott. Csak ilyen tájékozatlan. Most mondtál, hogy csak hideg víz. Igen. Jó. Na nekem egyébként nagyon szimpatikus ez a dolog. Aha. Hát nekem is. Van még valami? Már csak kicsit flamos lettem menni kenni. Volt még valami nagyon nagy csoda, amit láttál, de még nem akartad megvenni? Tehát a részlepedőn kívül?
Ami, amit néztem ebben a boltban tegnap? Igen, igen, hogy varjú háj van-e. Istenem, hát majd, majd, na majd persze, varjú háj. Na, majd akkor csak szedjétek a sok gyógyszert, meg az antibiotikumot, aha, aztán majd... Nem, én szurkolok gyerekek, neked. Minden ott van a természetben, figyelj, csak hülyék vagytok. Egy év múlva térjünk már vissza erre a dologra, még mindig ezen alszatok, akkor én azt mondom, hogy neked volt igazad, de hogyha tényleg csak egy ilyen... Nem kell ráfeküdni, ez berakod az ágy, nem, nem rajta fekszel, kicsit, kicsit szúr is, és részdarabok állnak ki belőle, és néha a Viki felsikolt, hogy jaj, megszúrt egy részdarab. Ezt az ágy alá teszed be. Nem, nem rajta, ezt nem kell rajta lekülni. Én mondja, hogy lepedő. Ne, ne, akkor, hogy... Mert lepedő, leteríted, de nem fekszere. A lepedőt mi az ágy tetejére tesszük. Ez is egy hónap múlva lekerül majd a bringák mellé a garázsba. Kicsit félek tőle, hogy ez is egy ilyen kéréz életű dolog volt csak. Kéréz? Kéréz? Gyerekek, ha van valakinek egy Schumann generátora, adjon már, jó? Schumann generátor, az mi? Azt keresem. Az micsoda? Ha majd kapok, elmondom, mire jó. Aha. Schumann generátor, az igen. Micsoda? Nem, az nem akarok ebben belemenni, én csak Schumannnak mondom. Schumann generátor. Schumann generátor. Az dallamokat játszik. Tessék? Dallamokat játszik. Persze, nyugtató dallam. Schumann, nem, Schubert, egy pasi, aki a seggével hárfázik. Na, az már menő. Megveszed magadnak ő. Engem is érdekel. Az engem is érdekel egyébként. Igen, jó egyébként. De majd ha egyszer megveszem, akkor elmondom, hogy az mire jó. Na, ott fogtok teljesen hülyének nézni. Uh-huh. Jó, ha valaki esetleg tud használt ánuszgorombot, az meg engem érdekel. Gyerekek, hát miért nem hiszitek el, hogy tényleg minden ott van a természetben? Aha. Nem kell bedölni ennek igen, a buta fogyasztásodnak, hogy tudjuk, hogy miből állunk össze, tudjuk, hogy milyen anyagokra reagálunk, és nem a gyógyszer kell, meg az antibiotikum, aha, hanem okosan egyébként mindent össze lehet szedni a természetben. Tehát minden ott én van. Nem véletlenül... a természetet egy rohadt részlepedővel még nem találkoztam. Nem véletlenül mész el én indiai asramagú, meg nem tudom, ott nem használják a nyugati dolgok. Feli véletlenül. Az asramagú? Hát a Nem véletlenül nem használják, és kicsit lenézően néznek a nyugat által előállított gyógyszeripari készítményekre, hanem mindenféle porokkal, sűrítményekkel, készítményekkel, gerincsérveseket és mindenkiket úgy gyógyítanak meg egy három kezeléses kúra, vagy három hetes kúra után, hogy olyan gerincsérvesek állnak föl egyébként, amit telenyomtak mindenféle gyógyszerrel, meg szteroiddal, meg ezzel azzal, meg műteni kell, bemész egy ilyen kis indiai pacákhoz, és három hét alatt egyébként rendbe tesz. Hozza a kis porait, hozza a kis krémeit, de semmiféle kemikáliát. Nem, de ők is használnak van ilyen anyagokat például, igen, mert de... tudják, hogy a szervezet mi hogy reagál, de nem használnak például klasszikus értelemben vagy gyógyszereket. Az a baj, nem mondasz újat, mert a magyar paraszti kultúra a rezet már nagyon régóta és nagyon jó célra használja. Gyümölcs kell hozzá, meg rész, pálinka főzői, az abból van, és ebből lesz gyógyital, érted? Tehát nekem nem új a dolog, jó, majd, amikor csak mi megisszuk. Igen, tehát ott állok a sírotok mellettek, és mellett is vizelek, és a prostata még olyan, hogy átlövök a másik helyre, ha egymás parcella szomszédok leszek, és megmondtam, hogy részlepedő. Akkor majd. Jó, ott találkozunk. ott leszek mind a kettőtök temetésén. Na mindegy, jól van, nem is ez az érdekes, nem erről akartam beszélni, de mindegy. Jó, néha beszéltünk azért ilyenekről is egy kicsit. Persze, mindenképpen. Minket érdekel. Egy fél mondat bármikor be. Ez egy kicsit több volt. Jó, hát ez sok érdekes dolgokkal foglalkoztunk, néha beszéltünk egy kicsit magunkról is. Morning Show. Klassz FM-en. Na, egy nagyon érdekes videót láttam az interneten, és csak hogy hol tart a nem tudom, a jóslás, és kicsit mi is utána járhatnánk, hogy mit mondanak a hazai jósok, mert hogy egy teknőssel jósoltatták meg, hogy ki nyeri a brazil-horvát meccset. Na. Tehát ugye volt a polip, aki aztán ugye elpusztult, ő egy német polip volt. Póla polip. Nem egy tudom. Opossum Heidi. Igen, nem tudom, hogy csinálták a polippal. A kancsal, emlékeztek biztos. Bancsa volt, igen. De a polip 10-ből 10-szer jól jósolt. Szerintem kamu volt, tehát valami olyan kaját tettek az egyik helyre, amit ő szeret, és olyat, amit nem a másikra. Minden esetre a polip zseniális volt, világhírű lett, elpusztult. Ugye? Aztán igen, ő nem bírta feldolgozni. Saláta lett. Igen. Igen. Egy jó polip saláta lett, igen. Na, most van egy új jós, Big Head a teknős. Mire kapta a nevét? Tessék? Rólam. Az én barátom. Az én legjobb barátom. Egy brazil teknős, egy hímteknős, és úgy néz ki, hogy ő is sztár lesz, mert hogy vele is megjósoltatják a világbajnokság meccseit, és megjósoltatták a nyitó meccset. Berakták neki a medencéjébe a brazil zászlót és a horvát zászlót. És mind a két zászlóra tettek neki halat, két ugyanolyan halat állítólag. A jóslás lényege pedig annyi volt, hogy vajon a teknős melyik zászlóról leszi le a halat, megjósolja, vagy meg tudja jósolni, hogy melyik kinyeri, melyik nemzet válogatott, hogy nyeri a nyitó meccset. És ő a brazil
A brazil teknős a brazil zászlót választotta, ami azt jelenti, hogy a teknős vagy megérezte, vagy tudta, nyilván azt a kaját kapta. Ami ugye végül is a meccs kimenete lett, tehát jól tippelt a teknős, mert hogy a brazilok nyertek tegnap a horvátok ellen, hiszen jó kis nyitó meccsem. Hát valószínűleg félt, hogy leves lesz belőle, hogyha nem a hazaiaknak ítéli. És ő egy cserepes teknős. És azt is látták, ahogy kívülről leolvasták a szájáról, hogy a kis szájacskájával szavakat formál, és gól, Igen. De hogy ez csalás vagy nem csalás? Valakinek akkor nem is, várjál, mert valakinek akkor is tudni kell, érted? Tehát, hogyha van két halad, az egyiket te azt szereti a teknős, a másikat nem szereti, neked a jó halat oda kell tenni a brazil zászlóhoz. Tehát valakinek tudnia kellett, hogy a brazilok nyernek. Érted? Igen, értem, mit mondasz. Tehát, hogy igen. Na jó, hát egy brazil-horvátnál erősebb a brazil válogatott. Hát igen. Tippeljen meg mondjuk egy spanyol-brazilt, ha lesz, nem? Aha. Vagy majd tippeljen meg egy német-spanyolt. Vagy tippeljen meg, hogy ki lesz a világbajnok. Az például, igen. Minden esetre ő a jós, és ő az új jós. És biztos, hogy két hal volt, nem csak a brazil zászlóra tettek egyet? Hogy más, igen, gumihal. Nem, ott volt, ott megnéztem a videót, egyébként tényleg ott van. Tehát a horvát zászlón is van egy hal, és a brazil zászlón. A teknős azt tudja, hal, hogy ő egy teknős. Hát ez ugye életem legnagyobb. Ha ezt nem tudja, akkor ugye akkor labdarúgásról hogy tud. Igen. Ez életem egyik legfontosabb kérdése. Magyarországon mivel kéne jósoltatni? Birkával? Hát annyi... Szürke marhával, vagy pulival. Nem a puli túl okos. Egy szürke marhával. Mi a magyar, amit ismernek sokan, mi az? Egy pupumi, vagy egy puli? Pupumi? Pupumi. Vagy a puni. A pulit nagyon sokan ismerik egyébként. Én jósoltatnék pulival. De mi az az állat, amire ha elmész Kambodzsába, tudják, hogy ez egy magyar állat, tessék. Van ilyen? Szürke marha. Szürke marha? Az egy emblematikus jószág. Kambodzsában szerintem azt sem nem tudják, hogy Magyarország hol van, de... Jó, akkor elmegyünk egy európai Kambodzsában országba. Kambodzsában mindent megfőznek. Érted, ott a pumi is valószínűleg a bográcsban, a vokban végezni. Elmegyünk Franciaországba. Miről tudja a francia, hogy az egy magyar állat? Francia libáról és a csigáról. Libáról és a csigáról. Igen. Tudja, hogy csigáról. Igen. Nem a libáról gyűjtik. Nem tudja, mert ott csak a ízét, a májat ismeri. A libamájról, igen. A melyik felére esik a libamája, az a csapat nyert. Ha konyha kész a libamára, akkor felismeri a májról. jó kis magyar libamáj. Csigával jó jósoltatni, csak marha lassú. Igen. Hát nem túl szerencsés. Uh-huh. Igen. Érdemes, hát, ha nem kell messzire tenni az erősejtezők alatt. Igen. És a végére oda is ér. Figyeljetek, én gondolkoztam, hogy kit lehetne fölhívni. Annyi magyar jós van, nem? És ők ilyenkor miért nem villognak? Hát ilyenkor mindig mennybe mehetne egy magyar jós, aki meg tudná mondani, hogy mi lesz a világbajnokság kimenetele. Írjuk le, dokumentáljuk, hogy mit mondott hazánk nagy jósa, vagy mit mondtak hazánk nagy jósai, és a végén valaki mennybe megy, valakinek pedig visszavonjuk a működési engedélyét. Nézegettem ilyen napilapot. Tessék! Teljesen váratlanul. Na. Megnézzük, hogy akit föl tudunk ütni egy magyar bulvárlapban, napilapban, az meg tudja-e mondani. Ezek ilyen üzenetrögzítős, ilyen kamu 0690-es számok, vagy valaki van a másik oldalon. Igen, tehát ott vagy Ica a jós, ott ül valaki a másik oldalon most. Így 8:30 van hát valaki? Hát én ilyen MLD-es legutóbb az erotikus meséket hallgattam. Na, igen, erre azt mondja, hogy mostanában. 29 év volt írva. Na tessék, itt van egy napilap. Kettő napilap van, ugye a bulvár kategóriában. Itt van egy napilap, tessék. Keressek egy jós? Igen. Bökjél rá egyet. Azt mondja, hogy... Fényképes legyen. Igen. Fényképes legyen. Én csak a fényképes hirdetéseket szoktam nézni. Jó. Van egy fénykép. 0-96-03-7, az nem jó, mert ez érett nagy szeretőt keres. Hát próbáljuk. Hát azzal az élettapasztalattal szerintem. Igen. Én azért rácsörögném. Azért ő már látott pár foci VB-t. Mielőtt rácsörgünk egy jósa érett nagy? Aha. Most egyébként hívjuk föl érett nagyit. De ez egy üzenetrögzítő, gyerekek. Én nem biztos gondolom, hogy 8:30 lenne egy érett nagyi a másik oldalon. De várjál, hogyha egy teknős béka meg tudja jósolni, hogy ki fogja a nyitó meccset nyerni, akár egy érett nagyi, aki jóval intelligensebb és komoly élettapasztalata rendelkezik, miért ne tudnám már megmondani? Megkérdezhetjük. Biztos, hogy ott egy automata nem tud téged ott a vonalban tartani. De tehát ez arról szól, hogy menjen sokáig a 90-es szám, és egy automata, szia, én vagyok, elkezdesz válaszolni, jaj, dobjál le magadról, de senki nincs a más. Én nem hívtam föl soha ilyet. Igen, ott ül valaki, egy élet nagy hát, csak ott van már. Hát szerintem ilyenkor már biztos, hogy kevergeti a Szilva Lekvárt. Hihetetlen, hogy elindultunk az, hogy hívjunk fel egy jós, Lilla a kártyajós, vagy Ica a fényelvő, és azonnal ott van, hogy az érett nagy szeretőt keres. Na mondom, neked érett nagy szeretőt keres, bátran hívj, 069. Na, bátran. Gyerekek, vendégeim vagytok egy 90-es hívásra. Biztos, hogy nem szerelőt keres? Mit? Nem, érett nagy szeretőt keres. Tessék, 069. Mit mondjunk neki?
Hát, hogy kezi csókolom. Kezi csókolom, kinyeri a... Hogy szolgál a kedved, kedves egészséget. Igen, hát mutatkozz be először is. De hát akkor nem mondjuk meg, hogy kik vagyunk, hát akkor kérdezzük meg az érett nagyit. Hála tessék, Olga vagyok. Figyelj, tessék. Kicsőnk, hallani? Aha. Kicsit nem benne, igen. Haló? Szerbusz. Automata. Balázs... bocsánat, igen, én... Az nem, én Balázs vagyok. Szia, át neked, Emese, érett nagyi? Mennyire érett? Éregetsz már, igen. Igen. Jól vagy? Unokák? Melyik? Nem az. A igen? De melyik? Hello! Igen! Hey, hello! Szia, jó reggel! Te itt kiszúrtad? Hello! Mi is hárman, te is egyedül. Igen, mi is hárman, te is egyedül. Figyelj, drága, mi Jóst kerestünk, csak rád akadtunk. Igen, mi Jóst, egy Jóst kerestünk, igen. Aki megmondja nek... Erotika vonal. Aha. Az igaz, az a hír, hogy ti úgy tudtok erotika vonal csinálni egyébként, hogy közben már a krumpli leveshez pucolod az alapanyagot. Aha. Te most hol vagy? Otthon értünk-e? Tehát ilyenkor ezt te otthon csinálod? Otthon vagy. Aha. Egyedül? Uh-huh. És mi van rajtad? Nem ezért hívtuk. Hát most vágy-e? Ja. Hát ne. De direkt pöttyös, vagy reggel még nem volt pöttyös? És paradicsomleves főztél, és kicsit kifutott. Ja. Aha. És főzöl éppen? Mi lesz a hétvégi menü? Na, mit főz egy érett nagyi? Csirkecon, de jó, drága vagy. Figyelj! Uh-huh. Nincs ugyanezen a vonalon, nem ül ott melletted valaki? Vagy nem tudsz átirányítani minket Valihoz, a fénylátóhoz, vagy Jennyhez? Mert egy Jóst keresünk egyébként, csak rád akadtunk, de hogy mi, nekünk egy... Hát én tudod? Hát azért hívtam egy érett nagyit, mert annyira... Igen. Akkor nincs... Na, hát ma egy 10 milliószoros nap van, úgyhogy az nagyon jól tetted egyébként. De jó. És buddhista érett nagy. Egy buddhista érett nagy. Hát milyen, micsoda megvilágosodás ez, gyerekek, itt a reggeli műsorban. A nagy itt van élő rádió műsorban, igen, drága vagy. Tessék? Igen, hát igen, hát képet még nem lát. Hát... Ki lehet itt most a korelnök? A rádióban. Hat nappal én. Feri bácsi. Itt most a Feri, igen. Figyelj, érett nagyi. Ki nyeri a foci VB-t szerinted? Hát akkor mondd meg nekünk most már, ha nem jutottunk el Icához a fényevőhöz. Vagy. Én komolyan megteszem. Na, megtesszük. Már, téteket. Hát mondj valamit. Hát most már figyelj, ha ennyi pénzt elköltöttünk az érett nagyira, akkor... Na, Brazília. Uh-huh. Nem. Én nem tudom, én tök szerintem vagy a spanyolok, vagy a brazilok. A spanyolok is jó, igen. Figyelj, ez most neked ketyeg legalább, vagy valami céget teszek gazdaggá? Aha. A nagyi. A nagyi. Na jól van nagyi. Puszilunk akkor téged. Hát mi örülünk? Vigyázz magadra. Hasznos munkát. Jó? 10 után még a Jani hív, az egy kicsit durvább lesz. Akkor megszámolja. Jó. Jó. Föntről kezdem. Hello. Gyerekek, írjátok, hogy rossz a hang nálunk. Jó, nem tudom. Ezt minden telefonbeszélgetésnél megkapjuk, hogy ki felér. Igen, de hogy nem lehet... Jó, csak nem hitetek a fületeknek. De miért halk? De miért halk, ha csutkán van? Miért halk? Utána nézünk ennek a dolognak. De szerintem inkább nem hittetek a fületeknek. Igen, egy csomó. Jó, van Louis Padrénk, akkor fölhívjuk a hírek után, jó? Uh-huh. Ebbe se után ez erőteljes visszalépés lesz. Ha megkérdezi, Padre hány gomb van, de nincs ezzel baj. Szia, és hogy mit főzött? Figyelj, mondja meg nekünk, Padre, egy rendes napi bulvárlapos Jós, és mondja meg nekünk, mondjuk Frabato. És megnézzük, hogy kinek van igaza. Aha. Nem? Uh-huh. Egy más beszélgetés, mint az szerintem életlen. Mindenképpen jó.
Igen. Ti kinek nektek legjobban? Én az életnagyinek. Hogyha mondjuk MSZ-dönc. Mert MSZ-ére tapasztalta engem, nagyon-nagyon meggyőz. Az meggyőző volt. De hogy megismert minket? Erre nem számítottam rá, hogy ilyen. Nagyon kis laza volt. Igen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hívjuk. 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk. Hello, Nagyi. Hello, Nagyi. Hello, drága. Hello. Nagyi jó fej volt. Emese iszonyú jó. Emese. Igen. Érett Nagyi. Mami. Érett Nagyi volt. Ugye a foci bébét próbáljuk megjósoltatni, csak aztán picit volt egy mellékága ennek a dolognak, mert egy bulvár újságot akartunk fölütni, és azt mondja, az első jós, aki ott van, fölhívjuk. Automata, nem automata, mondja meg, mi lesz a foci világbajnokság végkimenetele. Csak aztán beleakadtunk Emesébe, az Érett Nagyiba. Aki kiderült, hogy otthon van, és egyébként már megfőzött. És már megfőzött, és egyébként igen. Piros gombok vannak a kis ruhácskáján. Igen. Na, várjál, hívjuk akkor először Pádrét, jó, megnézzük, hogy elérhető-e. Senki nem tud róla egyébként. Megnézzük, hogy mi a helyzet. És találtam utána még egyet, gyerekek. Ő hogy Imola. Hívott szám nem elérhető. Oh. Abban az esetben, ha ön hozzájárult, saját hívott. Aha. Szabin van? Vagy mi van a Pádréval? Elutazod? Basszus, előbb kellett volna hívnunk szerintem a Frábátot, ő megjósolta valami, hogy nem fogja felvenni. Hogy a Pádrét ne hívjuk. Pádrem. Igen. Na gyerekek, ezt találtam, nézzétek meg. Jó ez nekünk? Tessék. A jóslás, sorselemzés, átokrontás, pénzmágia. Imola. Cigánykártya, Jós, tisztálátó. Uh-huh. Ez innen jó. Már csak egy ugrás, az auraevés, fénylátás, fényevés. A pénzmágia az mit jelent? Bármennyi készpénzt el tud tüntetni? Bármennyi pénzt elégett egy hatalmas cserépkájában neked, igen. Tehát tisztán látja a cigánykártyát, ez jó nekünk, és jósol, ugye? Uh-huh. Akkor ő kell. Imola vagyok, cigánykártya, Jós, tisztálátó, ezen ki belül magas szinten foglalkozom átokrontás és negatív hatás megszüntetésével, siker és pénzmágiával, ártó szellemek elküldésével, angyali segítségnyújtással, ez jó sok tanfolyam. Szeretettel várom minden kedves ügyfél hívását. Meg vagyunk. Ezek egy meg vagyunk. És. És kim van a falon, tudok adni. És kim van a falon, amikor belépsz. A mesterdiploma. Tessék, keressen bízalommal. Skype, telefonszám. Hát egy modern jós. Egy modern jós. Hát ne hagyjuk, hogy a braziloknak legyen teknőse, a németeknek legyen polipja, bár ugye szegényként meghalt. A Szurikát, aki ilyen volt? Ki volt az opuszum? A Szurikát, az is német volt. Heidi. Találjunk egy magyar embert, aki ugyanúgy nagyjá válhat, mint Imola, most ez a brazil Skype-os? Imola Skype királynője. Figyelj, mindenképpen valamelyik olyan elérhetőséget válaszok, ami nem kerül sokba. Vagy a Skype, vagy Viber nincsen? Viber. De hát nem skipe van most ebben a Viber. Gyerekek, már egy 90-es hívásra vendégeim voltatok. Na, ez... Na jó, elmentette azt a számot. Jó, hát délután lesz, hogy még egy nyugi, délután nem hagyom aludni. Szívemese. Adásban vagyok, meg most nem. Most nem, mi most van? Rá, mi de van? Ne olyan hangosan. Tessék, Imola. Már lehet, hogy hallja, hogy róla beszélünk, gyerekek. Egy Imola van csak? Hát, ez kérdés. Vedd föl, Imola, ne legyél Padre. Azt mondja, hogy tudtam, hogy hívni fogtok, az jó lesz. Igen, tessék. Imolát keresem, hello. Imola vagyok, hello, Imola, Balázs. A hangodról megismertelek. Ennyi Imola, hello, ebből? Hát nincs is annyira rádiós orgánumom, mint a Ferinek vagy a Csabinak. Tehát, hogy így... Aha. Imola, hello, jó reggel. Sorselemzés, átokrontás, levétel, pénz, mágia? Ez mind. Azon, hogy szellemekkel foglalkozok, és ezt nagyon komolyan teszem. Szellemekkel? Termeszekkel? Eltávozottakkal, igen. Ja. Ó, hát... Most imádom. Nem... Igen? Hát most ezzel igen. Nem akarunk foglalkozni. Mi is magát. Hogy mondod? Hogy imádunk téged, hogy megtaláltunk. Mert annyit csak kézzel, de eljutottunk a... Kihez jutottunk el? MSZ-hez. MSZ-hez. Várjál, mondom neked, Imola, hát ha... De hát neked tudnod kell, hogy kihez jutottunk el. Érett Nagyi szeretőt keres, képzeld el. Hiszen egy oldalon vagytok. És aztán jutottunk el hozzád, hál' Isten. Imola, cigánykártya, Jós, tisztálátó. Igen. Nem rondítottunk bele most valamibe? Nem tartasz valamilyen átoklevételnél? Nem, vagy? Nem. Internetes jóslás szoktam vezetni. Internetes jóslás. De akkor telefonon keresztül nem is kérdezhetünk? Dehogy is nem. Jó, nyugodtan. Imola, figyelj, nagyjá akarunk tenni. Megtaláltunk, sok mindenkit hívhattunk volna, téged találtunk meg most. Van a braziloknak egy teknőse, kezd híressé válni. Uh-huh. Nem jó. Van a németeknek a polip, híres lett, már elpusztult. Nyilván a konkurencia megmérgezte. Így van. Te lehetsz az.
aki most... híres lesz. aki nagyjává. Aki a brazil teknős José Tortugas nyomdokaiba léphetsz. Figyelj ide. Van ott előtted kártya? Van bizony. Inga kártya minden előttem van. Inga kártya? Inga kártya? Nem, cigánykártya és Inga. Inga. Uh-huh. Cigánykártya. Mennyi idő egy jóslás? Ha most megkérdezünk, hogy ki nyeri a világbajnokságot, mennyi időt jósolod meg? Hamar? Hamar. Na. El tudok valamit mondani. Két fiam van, akik imádják a pocsit, némileg én is belenyúlok ebbe. Igen? Na, akkor... És vannak megérzéseim, és meg fogtok majd lepődni azon, amit... állítólag ki fog mutatni a kártya, vagy akár az Inga. Hát, tehát nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó, akkor először egy bemelegítő kérdés. Ott a kártya? Igen. Jó, figyelj. Akkor meg kell fognod két részre szedni? Nem. Én tudom, az én technikám. Érintsük össze így kör alakba a kezeinket, vagy valami kell? Leoltsuk a villanyszerűen, meg egy fekete. Képzeld, hogyha megfoghatnánk egymás kezét, de távol vagytok. Hát Imola, de jó lenne, hogy megfoghatnánk. Kezdte ezzel a bujavágyakba átmenni. Imola, jós, akkor egy bemelegítő jóslás, jó? Ki nyeri a brazil-horvátot? Jósold meg először ezt, jó? Értem. Tehát a Brazília és Horvátország játszik együtt. Így van, ki nyeri? Írom. Brazília-Horvátország játszik. Tudom, tisztában vagyok a kérdéssel. Itt egyértelmű, hogy Brazília nyer. Tessék! Brazília nyer majd, igen? Igen. Mennyire, azt tudjuk? Vagy mondasz valamit? Mennyi lehet? Én azt hiszem, hogy Brazília itt nagyon, tehát akár 3-0-ra is megbeléljük. Aha, de jó. Na, hát ez nagyon jó. Horvátországnak nem igen lesz esélye gólt lőni. Nem is lő gólt Horvátország? Talán egyet. No, de jó. De nagyobb esélye lesz, fölényben nyer a Brazília. Így fejezem ki magam. Nagyon jó. Őszintén válaszolj egy kérdésre. A fiaid járatják a nemzeti sportot? Hogy a kicsoda? A fiaid olvassák-e a sportot? Ez volt a kérdés. Az egyik fiam focizott hosszú ideig. Ó, szegény. Már hogy úgy értem, hogy igen, és jó focista volt? Aha. Jó focista volt. Az jó. Jó focista. Miért hagyta abba? Lesérült, vagy kiöregedett? Vagy nem. Ő már korosabb, illetve fiatal ember, de hát két gyermeke van, és hát azt tudom, ezáltal. Akkor az de ember... nagyon jó focista volt. A másik csak szeretgeti. Uh-huh. A labdát. Nyilván. Az jó. Imola, egy nagyon egyszerű kérdés. Ki nyeri a világbajnokságot? Hú, ez nem egyszerű kérdés, Balázs. Na, de nem mondom, vannak Imola. Elgondolásaim. És mint tisztánlátó, igen, mert az vagyok, most azra koncentrálok, hogy nem szükségszerű, hogy mindig az nyerje, aki nyert. Az sem szükségszerű, hogy az nyerje, akinél játszanak. Tehát nem brazil. Aha, már kicsit összezavartál. Egy pillanat, én Szingával fogom megnézni. Fádat megtévesztettél ezzel a körrel, leestem a lóról. Ne legyél nagyon bonyi, Mola, mert nekem csak 90-es az nem bonyolítom én. Nem. Mit csinálsz? Ingázik. Ingázol. Mi van rajtad? Ja. Hát most kapaszkodjatok meg, vagy üljetek, nem ültök le fogtok ülni. Ülünk. Ak nagyszerű. Na? Egy olyan dolgot mondok, ne csinál, ami meglepő lesz, és én mint tisztánlátom megérzésemre, most nem a szívemre, nem az eszemre, a tisztánlátásomra hagyjak. A szervek. Portugália! De Cristiano Ronaldo? Soha nem nyertek. Na, tehát Portugália nyeri a világbajnokságot. Jó. Van esély, nagyon nagy esély van nekik. Én ezt érzem, és nagyon komolyan veszem a munkámot. Tévedni emberi dolog, de mint tisztánlátó, én ezt látom, a jó portugálokot. Imola, megengedsz egy magájellegű kérdést? Természetes. Hétfőn mi lesz az OTP-vel? Esik a kúria döntése után, vagy emelkedik? Nagyon kéne tudnom. 4005-ről 4007-re, vagy 4002-re megy le. Nagyon fontos. Nagyon fontos. De ha azt mondja, hogy emelkedik, tessék, akkor veszel. Jó. Emelkedik, vagy esik? Emelkedni fog. Igen? Uh-huh. Igen. Én erre nem mennék. Jó. Akkor az a kurja, az nem jó, mert az OTP-nek jó. Az OTP-nek jó, neked nem jó. Uh-huh. Én nagyon hiszek Imolában, tedd rá minden pénzed. Én azért megvárnám a kurja döntését. Úgy legyen, jó is lenne. Imola, imádunk, szeretünk. Igen. De azért, mert csak úgy el akartam, ez már a felvezetés. Ez egy kijelentés volt, nem feltételes. Igen. Puszilunk, nagyon köszönjük. Tehát fölírtuk Portugália. Egy valamit hagyd mondjak már el azért, na, jó? Ha már itt vagyok veletek, ha bárkinek szüksége lehet rám, megtalálod a telefonszámon, bemondhatom? Azt nem tenném. Azt nem, de azt most nem, már nagyon sok olyan. Nem fogod bírni munkával, csak azért. Jó, hívjatok fel, ha gondoljátok, bármikor állok rendelkezésetekre. A másik dolog, én tisztán azt érzem, hogy Portugália. Nem vacilálok. Ez van.
Imola, ha valaki érett nagyit keres, akkor is hívhat? Érett nagyi nem vagyok, bár vagyok nagyi. De nem vagy érett. Jó. Nem, még hagyj érjek, még nagyon szeretnék érni. Ja, ami azt jelenti, hogy sokáig élni. Puszilunk, imádunk. Portugália, fölírtuk? Írd fel. Szeretlek. Hát legyen szerencséjük nekik, mert én ezt kívánom. Jó, pasi, ez a Cristiano Ronaldo, mi? Aha. Jó, Pali? Kicsoda? A Cristiano Ronaldo. Nagyon, nagyon. Az nagy tehetség, az egy klasszis. Imola, ott van majd futballon. És én úgy érzem, hogy ő azonban, meg nem csak ő, a csapat többi tagja is, hogy valóban egyszer érjék már azt, hogy ők legyenek. Nincs az előír, vagy mindig a nyerő nyer. Hát, az nincs. Az nincs. Nem akarsz MLS szóvívő lenni? Olyan jó. Figyelj, jobban nyomod, mint a pintér. Köszi, Imola, puszilunk. Nagyon szívesen leszek szóvívő. Igen, Ronaldo nagy klasszis. Okay. És én valóban komolyan veszem azt, amit mondok. Jó, nem, Imola, visszatérünk rá VB után, fölhívunk, és vagy a mennybe mész, vagy megkérdezzük, hogy... Vagy a pokolban. Igen, mi volt, mi volt a hiba a kártyán? Puszilunk, szia! Köszönjük, ciao, ciao, hello, Imola. Te jó. Ma megismerkedtünk az érett emesével és a hanvas Imolával. Ez tök jó. Gyerekek, annyi mindent akartam még kérdezni. Hogy? Hát megnyeri-e Roger Hallét, mit dönt a kurja hétfőn? De fontos dolgok van neki. Ha ez most bejön, megvárjuk a VB-nek a végét, akkor utána érted. Megjön. Nagy kasza, mi? Imolát fölveszem tőzsde tanácsadónak. Biztos vagyok benne, hogy lesz. Előbb-utóbb még saját szponzora is lesz. Imolát a tisztellátóta a vízin szemcsepp támogat. Na jól van, oké. Teszünk erre egy kis pénzt Portugáliára? Na, gyerekek, nem most már a hétfő jár az esze. Nem nyernek a portugálok, szerintem ez nem jó tipp, de most ebben nem menjünk bele. Nem értek el annyira a focihoz, de biztos, hogy nem a portugálok nyernek. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Semesi Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani.